Szeretettel üdvözlök mindenkit a Silent Hill 2 remake első epizódjában. Belekezdünk a végigjátszásba. Én már nagyon-nagyon vártam ezt a játékot. Sajnos soha nem volt lehetőségünk játszani ezzel a franchise-al, igen, de a játékkal nem. Az első és a második, sőt a harmadik rész sem jelent meg PC-re. A Bluebird Team csinálta, ezt nem is tudtam, menj már, a remake-et, de hiszen az őrületes. Ők csinálták a Layers of Fear-t, a Blair Witch-et is egyébként, meg volt még egy játékuk, amit én nagyon szerettem. Mit kezdtem el mondani? Hogy nem volt meg PC, vagy hát annak idején nekem nem volt PS-em, PC-re nem jött ki ez a játék, ezért csak a 4-jel tudtam játszani, illetve a 4-en kívül még a... Szabogassad, faszkalap! A szemét, Móki Bot, hát felébredtél. Eddig végig kusolt a botom, ne haragudjatok. Text language az maradhat így, az audio language maradhat, szintén mehetünk tovább. Úgyhogy ez egy nagyon különleges alkalom, mert nagyon vártam ezt a megjelenést, és nagyon szépen köszönöm a PlayStation Hungary-nek, hogy a lehetőséget megadták nekem, hogy végigvigyem itt nektek, és megpróbálok lefordítani benne mindent, hogyha valaki esetleg nem beszélné a közös nyelvet. Azt mondja, hogy compare images, de hogyan akarod összehasonlítani? Hát ez két különböző kép, ez hülyeség. Nem, hát lejjebb is vehetném akár. Mindegy, ezt nem teljesen értem, hogy hogyan akarja a gammát meg a sötét részeket így kitalálni. Mondjuk az egyik világos, a másik sötét, de talán így a 2.35-nél jól vagyunk, nem? Vagy legyen még sötétebb, szarasson be minket, vigyen le a földre, fogjon meg minket a judoginknál. Megnézzük így. 2.4 megjelent PC-re és néhány rész utána. Hát én nem értem, akkor az a probléma, hogy nem kompatibilis, és esetleg nekem azért nem volt meg. Ma már nem tudnánk vele játszani, csak emulátoros verzióban. A hangerő szinteket még megnézzük gyorsan, hogyha van motion blur, azt kiveszem. Color blind, graphic mode default, gamma kalibráció. Nem látok egyébként olyat, hogy... Graphic módban mik vannak? Van ilyen 90s, és akkor egy kicsit olyan kicsit retrósítják. Nagyon szeretem egyébként a Bluebird Teamnek a játékait, úgyhogy szerintem ez biztos egy igényes remake-nek néz ki, vagy fog majd kinézni számotokra is. Language, az megvan, subtitles bent van, accessibility, szerintem megvagyunk, készen állunk. És az audióban akartam még a volume-ot feltolni, night mode. Hát, a dinamikát lejjebb vegyük, feljebb. Ez majd akkor fog kiderülni, headsetre állítsuk át, akkor fog kiderülni, hogy a night módot bekapcsoljuk-e a hangokban, hogyha esetleg túl halk a szöveg, és túl hangosak mondjuk a esetleges fegyverroppanások, vagy robbanások, vagy egyebek, tudjátok. Mehet már is a New Game. Filvi, nagyon szépen köszönöm a 6. havi feliratkozásodat, hálás köszönetem neked, remélem, hogy jól vagy, mi a helyzet, mesélj, és meséljetek ti is, és hogyha valaki szeretne nyerni Marvel's Guardians of the Galaxy játékot, beszállhat még a nyereményjátékba. Azt mondja, hogy a default settings combat challenge. Mehetünk szerintem hardra. Hú, a puzzle-öknél lehet, hogy megmaradunk normálon. Már nem azért. Jamesnek van maszkja. Jó, hát ez nem spoiler, remélem, de nem. Szerintem az nem lehet spoiler, csak egy izni. Az nem kell. Interface preset. Nem, mutassa csak a tutoriált, persze. Szerintem megyünk hardra, mit szóltok? Lehet, hogy nem tudjuk majd megcsinálni. Startoljunk is el. Hangerő 100-on. Mivel nem ismerem az alapjátékot, ezért annak a történetét sem ismerem. Úgyhogy nekem teljesen új lesz ez az egész dolog. Kérlek szépen, hogy ne spoilerezzetek majd. És szóljatok, hogyha esetleg valami visszaköszön a régiből, vagy ugyanilyen volt. És ez most tök jól néz ki itt felújítva. Milyen nagy csönd van. Ő lesz a főszereplőnk, hogyha jól gondolom. Szia, geoporszívó. Csókoltatjuk kedves feleségedet, Camélia Mirtet is. Hogy vagytok? A játékban, mint ahogy a későbbi Silent Hill-ekben is, amiket játszottunk már,
egy-kettő összecsapása különböző szörnyekkel opcionális, tehát kihagyható. Ezért nem feltétlen próbálok majd mindent is összeverni, hogy maradjon muníció, maradjon fegyver. Mária, tényleg? Lehet, hogy itt vagy ebben a városban? Kérdezi James. És már is indul? Nagyon frankó a grafika, nagyon tetszik. Tetszenek a fák ott a háttérben. In my restless dreams, I see that town. Látom az álmaimban ezt a várost, Silent Hill-t. A nyugtalan álmaimban, mondta Mary. Megígérted, hogy elviszel valamikor még egyszer oda, de sosem vittél. Hát most egyedül vagyok ott. A különleges helyünkön. Rád várva. Filmi, vehetsz még 19-et mellé space, és 19 még egyszer odaírva mellé. I got a letter. Kaptam egy levelet. The name on the envelope said Mary. A borítékon lévő név my wife's name. Mary volt, a feleségem neve. It's ridiculous. Nevetséges, hát ez lehetetlenség. Nem lehet, hogy ez valós That's legyen. I keep telling myself. Folyton ezt mondom magamnak. Mary died of that damn disease 3 years ago. Mary 3 évvel ezelőtt halt meg egy fertőzésben. So then why am I looking for her? Akkor miért keresem őt még mindig? Our special place. A különleges helyünk. What could she mean? Mire gondolhatott? This whole town was our special place. Ez az egész város volt a mi különleges helyünk. Could Mary really be here? Lehet, hogy tényleg itt van. Is she really alive? Tényleg életben van. Waiting for me. Rám várva. És kezdődik is. Hogyha esetleg PS5-ről nem lenne annyira szuper a játéknak a fluiditása, akkor lehet, hogy rá fogunk menni inkább quality módra. Nem tudom, hogy most jelenleg ez mennyire lett jól optimalizálva. Egy gyorsabb haladás gombot keresek. Várjál, megtaláltam. Ez az L1 gomb lesz. Még a tutorial nem segít, de már el akarnék indulni. Silent Hill mellett állunk? Hát eddig ez a város semmi jót nem tartogatott magában. Mit tudunk Silent Hillről, hogy van itt valamilyen szekta, vannak ilyen vallási témák, ugye? Tehát ez az egész franchise egy a Resident Evilnek kb. Egy ilyen ellentétes megfelelője, hogy nagyon hasonló volt a játéknak az irányítása, stb. Kameraszög, tudjátok. Viszont a Resident Evil az egy trancsír horror, egy zombi horror, ahol gore van meg minden. Hát goreból lesz itt is, trancsírból, nem lesz belőle hiány, de ez inkább egy pszichohorror játék sorozat, és emiatt én egy kicsit jobban is kedvelem, bármennyire is szerettem a régi Resident Evil-eket. Miért nem tudom azt a dolgot megfogni? Ó, megvan. Itt vagyunk a Toluca Lake-nél. És a graveyardba fogunk bemenni rögtön? Ez a megfigyelő deck. Hát ez nagyon király, hogy rögtön az ember a temetőn keresztül indul meg egy városban, nem? És a felfelé nyillan lehet akkor majd a térképet elővenni. Szia, Reper Rocky, hogy vagy? Gondolom, hogy egyszerű ember ilyenkor elindul és megnézi, hogy mi van ott az alagútnál. Bár hogyha a térkép azt mondja nekünk, hogy itt fogsz lemenni, akkor itt fogsz lemenni. Be lehet nézni a kocsiba, valaki ott hagyott egy üdítős dobozt. Már most ránézésre is látszik, hogy komoly munkát fektettek benne bele a Bluebernél, hogy ez a játék frankóra sikeredjen. Itt nem látunk semmit. Jézusom, hogy be fognak minket szaratni. Hogy össze fogjuk fosni magunkat. Jó lesz nagyon. Tudjátok, hogy ki volt a legdurvibb, szerintem legalábbis a legdurvább ilyen kitalált szörnyetek típus? Ugye az összes játék közül szerintem Silent Hillből a nővérek. Az valami annyira fú te. Ilyen nem tudom, beszaratós az egész. Ahogy mozognak,
ahogy a fényre így megállnak, tudod, megdermednek, és ilyen egyszerűen ilyen gépies mozgásuk van, és akkor a hangok, amiket kiadnak, förtelem. Pyramid Head az más, mert vele nem sokszor találkoztam a Homecoming-ban és a 4-ben. Tehát Pyramid Head-et én annyira sokszor nem láttam, lehet, hogy itt a 2-ben nagyobb szerepet kap majd, ezért én annyira nem tudtam vele így, hogy mondjam, nem tudtam tőle annyira összekulárézni magam. Ellentétben a nővérek, na az para. Néztem egy összehasonlító videót a YouTube-on, durva a különbség. Hoppá, kicsit kilengések vannak, kicsit irányítok, vagy kicsit nyomok az analógon, de már is feldobott bennünket a magasba. Kameraügyileg, rezeg a kontroller, valami hangot hallunk balról. Ez egy olyan erdő, nem? Ahol szívesen mászkál az ember. Uráznátok ilyen helyen? Varvajk, te voltál már ilyen ködös erdőben? Szuper lassú lett a János mozgása. Véletlenül baromi jók az enemy type designok. Hát meg egyébként úgy látom, hogy a környezet dizájnja is rendkívül menő. Dobogókön? Hát ott mondjuk én is voltam dobogókön már. Rendezvényt csinálni, ahol irdatlan köd volt, meg kis eső. Kilengések az Unreal 5 Engine-nek a sajátosságai elő fognak fordulni. Aha, tehát ilyen pontokon lehet menteni. Gondolom, hogy nem túl sok értelme van jelenleg mentenünk, de megtettem. Igen, grópolni? Mint hogyha valaki a koponyám körül grópolna. Az mi? Hogy így megszorítja? Vagy hogy valaki tólálkodik? Ennek az első részével játszottam, amikor börtönbe kezd, nagyon jó volt. Én még nem játszottam az elsővel, de lehet, hogy műsorra hozom majd, de azt kizárólag úgy tudnánk megcsinálni, hogyha a My Abandonware-ről letölteném, és emulátorral futtatnánk mondjuk, vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Megérkeztünk a temetőbe. És az nagyon retro volna, viszont van HD mod, hogyha jól tudom hozzá. Nem, Glendi, még nem játszottam a régivel, nem volt PS-em. Sajnálom, csak... Minden rendben, nem akartalak megijeszteni. Elég eltévedtem. Eltévedni? Igen, Silent Hill-t keresem. Ez a jó út oda? Igen. Nehéz látni ebben a ködben, de... Nem maradt, de nem tévesztetted el, egy út megy arra. Köszi. De... Szerintem nem kéne, hogy oda menj. Távol kéne maradnod, ez a város. Van velem valami gáz. És nem csak a ködről beszélek. Veszélyes? Talán. Elég nehéz elmagyarázni, de... Jó, óvatos leszek. De nem hazudok. Ne, hiszek én neked. Csak hát... Azt hiszem nem igazán érdekel, hogy veszélyes-e vagy sem. Így vagy úgy, de menni fogok. De miért? Keresem a... Keresek valakit. Valaki nagyon fontosat számomra. Én is. Az anyukámat keresem. It's been so long since I've seen her. Nagyon régen nem láttam már. I thought my father and brother were here. Azt gondoltam, hogy az apám és a testvérem itt lesznek, de őket sem találom. I'm sorry, it's not your problem. Bocs, nem a te problémád. Nem, én. Remélem, hogy megtalálod őket, mondja erre. James. És még be sem mutatkozott a lány, csak Girl a neve. Hallod, Jai, nem lehet, hogyha többet aludnál, akkor helyreállna ez a dolog. Legyél jobban, egész nap utaztál, meg minden. Azt nem tudom, hogy a bor mennyire segít. Kis mennyiségben állítólag mindenféle orvosság. Beszélhetünk még mindig vele? Szerettél volna valami mást is? Kérdezi a nő. Did you want anything else? No, it's just... Nem, csak hát... fog. Ez a köd, ez elég does ilyen... unsettling to you?
ilyen zavaró, vagy hogy mondjam. Unsettling. Hát amikor minek is fordítanád. Nem az, hogy zavar, hanem hogy kezdesz tőle beszarni. Vészjósló, névtelen lány kolbászol a ködös temetőbe. Hát igen. Nyugtalanító, igen, azt igen, tehát kezdesz így megijedni tőle. Ja. Köszönöm szépen. Király vagy Antal Bogály. Ilyen lesz a sulida héten, remélem, hogy minden oké lesz. Nézzünk egy térképet. Aha, és azt is megmutatja a térkép, hogy melyik irányba állsz, az sokat fog segíteni, nem csak az, hogy hol vagy. Szerintem múltkor 11 óta aludtam, 54-szer recovery-ben aludtam 6-ot, 94-et alvási gyengéké. Jól van, te tudod. Majd amikor én ezt mondom neked, majd fogunk erről még beszélgetni. Na jó, hát akkor... Marhára hangulatos. Nem tetszik nekem. Mondjuk a Blair Witch-ben is nagyon ügyesek voltak már, hogyha ködös és sötét hangulatú erdőket kellett csinálnia ennek a lengyel csapatnak. A lengyelek egyébként valami iszonyat magas szintet ütnek meg, hogy a videójáték készítésről van szó. Hát szerintem mi magyarok csak álmodunk arról, hogy mi is hasonló játékokat tudjunk összehozni. Tehát például most ugye fejlesztés alatt van Mandragóra, a Chicken Police 2, amit magyar vonalról biztosan tudok, és képzeljétek el, hogy megkeresett engem egy magyar kis indie csapat, akik szerintem ilyen szerelem projektben vannak, egy játékot készítenek, ami nekem leginkább külső szempontból olyan volt, mint az Imperium Galactica ötvözete egy másik játékkal, de már nem tudnám megmondani, melyikkel. És képzeljétek el, hogy megkértek rá, hogy ha esetleg lenne kedvem, akkor a demót azt bemutathatnám nektek, mert hogy nagyon tetszenek a végigjátszásaim, és hogy már a Aj, mi volt a címe? Az S betűs játék, a kékhajú fiú volt benne, akiről mindenki azt hitte, hogy egy lány, pixel grafikás, hogy azóta követik már a csatornát, így figyelemmel már vagy három, vagy nem tudom hány éve volt. Játékot, aszfaltutat nem tudunk csinálni, ajjajjaj. Sally Face volt a játék címe, eszembe jutott, na. Szóval, hogy már nagyon régóta figyelik itt a játékokat nálunk, és nagyon rendesek, hogy megkérdeztek. Szia Milán, szia Proven, hogy vagytok, mi a helyzet? Nem tudom, hogy tudjátok-e, de például Venka, Kata 148 és Milán, szintén a Vészkórista streamerei, Vészkórusnak a streamerei, és tudom ajánlani nektek, hogyha kíváncsiak vagytok, milyen tartalmakat csinálnak, mindenféle tök jó játékkal játszanak. Nyomjatok egy követést rájuk. Silent Hill Ranch. Lesz itt beszarás. Nem tudnék itt átmenni valamivel? Nagy nosztalgiában vagy 17 év után, csak nem te is nyomod a játékot. Látom, hogy ide még nem megyünk be. Nem is akarok feltétlen futkározni, szeretném így magamba szívni ennek az egésznek az atmoszféráját. Ez a ranch, ez később, ez biztos, hogy olyan hely lesz, ami fontos lesz, és be kell, hogy jöjjünk ide. Azt hiszem, hogy ezt a helyet láttuk, ezt az üvegházat, ugye, amikor a gamma beállításokat kellett csinálni, és pont belül álltunk. Nem tudnék átvetődni rajta? Aha, tehát van dash gombom. Van HP, drink, minden. Ó, és van gyors fordulás. Na, ez nagyon hasznos lesz szerintem, amikor hirtelen sarkon kell fordulnunk és el kell menekülnünk. Most játszol életed, mert először Silent Hill játékkal? Akkor tudom ajánlani, hogy vidd végig a 4-et és vidd végig a Homecomingot is. Szerintem azok is nagyon hangulatosak. De iszonyatosan nyomasztóak, nagyon... Megterheli az ember lelkét ez a franchise. Nagyon iszonyatos kemény témák vannak benne. Mármint abban a kettőben mindenképpen. És gusztustalan, Jézusom, végletekig horrorisztikusan gusztustalan. Hát amikor a gyerekek, a megfigyelő toronyba bementünk a roomnál, azt a büdös mindenit. Hát én nagyon kevés alkalommal kaptam bármitől is így hány ingert életem során. Spenóton kívül persze, annak meg a főtojásnak a szagától, de hú, azt a rohadt, amikor ott lehetett olvasni a gyerekeknek a kis memóit, amiket ott írtak, hátrahagytak, tudod, hogy ilyen kis cellákban tartották, ilyen körkörös cellákban, és akkor néha adtak nekik fényt, néha nem. A menzán, vagy amelyik gyerek legyengült, teljesen azt kiválasztották,
és levágták konkrétan, feldolgozták, és alul a menzán feldolgozták a többi gyerek számára, és azt etették meg a többi gyerekkel, és aztán volt ott, bementünk a feldolgozóba is, és ott voltak ezek a hatalmas nagy medencék, ilyen ocsmány, undorító izé, szmötyi volt benne, meg maradványok, meg úristen, hát hogyha valami undorító, gyerekek, hát abban volt undorítóság rendesen. Amerre néz a karakter, akkor lát, van valami. Ja, bocsánat, én csak itt elkalandoztam. Azt mondja, hogy elmentem a városba, hogy megevítassam az ablakot. A szekrényben vannak, aha, egy ilyen fiókos szekrényben vannak a pótkulcsok. Most hol vagyok? Ez még mindig a ranch, és akkor jobbra lesz, úgy gondolom. Hello? Anyone in here? Jó napok, hát. Még nem fogunk ide bemenni. Nem, be fogunk menni, mert ezt az ajtót jelezte a térkép. Még nem vagyok tisztában, hogy mekkora távolságot megyek előre, és hogy mekkora lesz a térképen való előrehaladás. Na itt mi van bent? A sötéten kívül flashlightot hoztam, elemlámpát. Official Silence, kösz szépen a követést, üdvít nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Auto Parts Key. Lehet rotételni, hogyha jobban meg akarnánk nézni, de nem hiszem, hogy szükség van rá. És akkor ezzel kinyitható ez a hely. Automatikusan használja az itemet. Nem. Ez egy ilyen kis retesz volt az ajtón, amit elhúztunk. Ide kellene? Nem, ide nem kellene. Mit is mondtatok, hogy mikor néztünk? Mi volt az, amit nem vettem észre? Valamit össze kellett volna szednem, ugye? Jó, rá, neked is összekövetést, üdvít nálunk. Mi vagytok a derékszög tagadó klubja? Szart nem látok én sem, aggódjatok, sötét van. Mindegy, hát gondolom, hogy kimegyünk, aztán megnézzük, hogy hová lehetne ezt a kulcsot használni. És nem mindjárt, várjál. Nem tudok felvenni valami húsángot? Marha pörkölt tök főzelékkel? Hát vannak itt kívánságok, azt a mindenit. Tök főzelék, és akkor gyalulod is, meg ilyenek? Aha. Hát az előző házakhoz majd még oda kellene menni. Szerintem megyünk a Nathan évre. Avenue-ra. Auto Parts Key. Aha, és automatikusan használhatod is. Remélem, hogy eddig nem hagytam el semmit, de szóljatok, hogyha igen. Jó, mert tudom, hogy már mindenkinél megnéztétek a játéknak a fináléját konkrétan, hiszen tegnap érkezett meg, és már a hétvégén lehetett játszani, akinek olyan deluxe verziója volt, az két nap early access-t kapott, mármint hogy korábbi hozzáférést. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy már sokan nyomták, végig nyomták. Nem túl bizalomgerjesztő ez a hely. De Silent Hillben lesz olyan hely, ami bizalomgerjesztő lesz. Én nem hiszem. Tökfőzőket édesanyámra szoktam bízni, a pörit megcsinálom magam. Óóóó. Isten éltesse anyukádat sokáig. Csináljon neked még nagyon-nagyon sok tökfőzeléket. Szia Streamings, hogy vagy, mi a helyzet? Eszed tökfőzeléket Streamings? Neked az az eledeled? Szia Torvald. Arham örkölt. Nem tudom, én a tökfőzeléket, tökféléket magukban nem kedveltem sosem. Valamiért nem. Nem voltak kompatibilisek velem ezek a ilyen furcsa ízű zöldségek, mint a tök, meg a... De figyelj már, én még a ízét sem szeretem, a patiszont sem. A, tudom, az is tökféle, meg a... Tudod, melyik az a, az, az édes tök, amit ki szoktak sütni? Mondjad már. Ilyen narancsárga színe van. Sütőtök, azt sem szeretem. Szia Remulián, jó estét, hogy vagy? Minden főzelékkel hadilában álltok, ne csináld. Ilyen aggasztó ez a zene. Halljátok, hogy mi ez? Ez egy zongora. Szerintem a zongora húrjait izélgetik. Nem leütik a billentyűt. Szerintem azzal idézik elő. Ökös főzelék kajákat én sem szeretem. Hát ez abszolút horror számomra ez a mai este, hogy itt vagyunk Silent Hillben, és még ráadásul tök főzelékről is beszélünk. Rühelem, inkább meghagyom Varvajk anyukájának. Jai-nak kell meghagyni, hát nézd meg. Ráadásul úgy kell, hogy fogod a ízét, a kis biciklipumpát,
És akkor berakod jó mélyre a tányérba, amiben benne gőzölök már a tökfűzőké. Fújod bele azt a rohadék oxigént, fújod, mert rosszul van. Tökfőzelék jó. Ebből háború lesz mindjárt, én már látom. Én már a hashtaget bekészítettem. Mondj nemet a tökfőzelékre. Hiha. Le vagyunk a Wiltze Roadon. És a Sander Streetre megyünk rá. Ez már a város kell, hogy legyen. A zongora nem sejtett túl sok jót. Ez nem egy vidám játszás. Hát ez egy kibővült várostérkép, ugye? Állítólag a játékhoz hozzátettek új részeket, már mint olyan értelemben, hogy új endingeket is kapott. Nem csak a térkép bővült ki, és új helyszínek is vannak, és felfedezhető, bejárható részek vannak, ugye már így a mai játékok szintjére húzták azt a régi címet. És... nagyon kíváncsian várom, hogy ezt hogyan valósították meg, hogy mennyi lesz a játékban ez a mennyi és gyűjtöges, és ismerd meg a sztorit az által, hogy felfedezel, mennyi lesz az a része, hogy csak előre mész, és akkor a főszálon haladsz, mennyire lesz muszáj többször eltévedni, érted? Meglepően jól fut eddig PS5-en, arra számítottam, hogy lesznek gondok. Hát én azért látom, hogy ez 30 FPS-ben megy, quality módban. Szemem már ezeket a dolgokat régóta ki tudja szűrni. Én nagyon örültem volna neki, hogyha úgy csinálják meg, hogy 60 FPS-re képes legyen. Lehet, hogy majd a PS5 Pro fogja azt a szintet megütni, én nem tudom. Mármint azt sem tudom, hogy ki lesz az, aki beruház majd a PS5 Pro-ra. Azok után, hogy hát azért annyira sok cím nincs még a PS5-re sem. Ami miatt úgy megérni ezt a konzolt megvásárolni. Persze az exkluzív játékok ott vannak, ugye a Horizon 1-2, God of War 1-2, minden. Ezek megvannak az Uncharted-ek, stb. De az, hogy most emiatt egy külön konzolt vásárolni, nehéz lenne, azt mondanom. Ráadásul ugye egy-két éven belül elérhetővé teszik a játékaikat is most már a... Most visszafele szaladtam? Jój, várjál, a Sander Street, de hogy fordultunk akkor át a térképpel a kezünkben? Nem baj, mondjuk az jó lett volna, hogyha visszafelé találtam volna valamit, amit addig nem vettem észre, bocsánat. Réka Róka szavazást szeretne kérni. Esetleg egy kedves moderátort megkérhetnénk rá, hogy segítsen neki? Team tökfőzelék, vagy mondj nemet a tökfőzelékre. Na tessék, és indul. Ezt a mindenségét, összecsap a kórus. Tökösebbik fele, meg a kevésbé. Mondjuk, ha így mondom, akkor lehet, hogy már kényszerből is kattintotok ott másik oldalra. Ki lehet tolni így a játékidőt, igen, hogyha rossz irányba mászkálsz folyamatosan. De nem, ne aggódjatok, ez volt az első, hogy rossz irányba mentem, és ebből nagyon sok lesz majd még. Látom, hogy 30 FPS legalább nem omlik össze meg hasonlók. Hát ja, de azért nincs izé összeomlás a Damjanics utcában. Melyik utca volt az? Népszínház utcában. Miről szavazunk? Ott írja fentebb Réka Róka az opciókat már. Szerintem kérdés nem is kell feltétlen hozzá. Köszönöm szépen, hogyha megcsinálod. Ó, erre emlékszem, amikor bejössz Silent Hillbe, és valami olyan helyre akarnál menni, ami még számodra nem elérhető, és elállja a köd az utadat. Ez az lesz? Nem, de annyira sűrűnek tűnt. Szia Zoliárt, jó estét! PC-n azért a tükröződés sokkal tetszetősebb. Biztos lehetsz benne, hogy PC-n magasabb FPS számmal mindenféleképpen egy komolyabb vizuális élményt nyújt a játék. Ez fix. Ilyen kis szép növényház, nem? Ilyen kár, hogy mint hogyha 20 évvel ezelőtt megállt volna itt az élet. Az van odaírva, hogy Miss Cassandra bejött ma egy vásárló, valami csokrot akartam, ilyen vegyes csokor, pirosat és fehéret. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy az balszerencsés, de nem tudott egyetlen egy szín mellett dönteni.
egy kicsit olyan furcsának tűnt. Úgy nézett rám, mintha nem is lennék ott. Utána pedig csak lelépett. Azt mondta, hogy visszajön, majd felveszi a csokrot később. Meg tudatni akartam, mivel lehet, hogy addigra én már nem leszek itt. Nincs aláírás, nem tudjuk meg, hogy ez a Flower Shop Message, ez kinek a kézírása volt. Vagy az írománya. Hogy lehet ennyire szoros a szavazás? Segítek. Aha, na ott is van. Nézzek jobbra-balra, hát, ha kiugrik a Miklós patkány, tudod. What is this? Mi ez? Nem látod, hogy mi ez? Szipu... Elnézést. Szia Kamélia Mirt, hogy vagy, Mizu? Szia Astromókus, remélem, hogy jól vagy. Sokatatjuk Coolerst is. Ez volt a nagy patikába. Oké, nézzük meg, hogy hol vagyunk. Aha, még mindig itt a Wilce és a Sanderson megyünk. Azért megnézem ezt az üzletet előről is, hátha. Fegyver az még nem jött, az ember bandukol. Kilátástalanul ezen a helyen, ahol... Hát hidd el nekem. Nagyon sok helyen biztos, hogy akarsz lenni. De Silent Hillben mocskosul nem akarsz lenni. Ez nem az a hely. Ha visszajössz az utcán, akkor itt le van zárva, ugye? Benézve a kocsiba. Mióta rothadnak így ezek, rozsdásodnak így ezek az autók? Szerintetek hány éve nincs ez használatban? Mennyi idő kell, hogy lerak egy autót valahová és ilyen állapotba kerüljön? Az erózió által. Szerintetek? Szerintem minimum egy 20-25 év biztos. Nagyon szépen mennek a szavazatok. 28-an már nemet mondanak a tökfőzelékre. Ügyes, ügyes. Veletek vagyok. Kitartok mellettetek. Attól függ, mennyire sós a levegő. Ahol ilyen tengerek mellett az autó karosszériája lazán tönkre megy néhány év alatt is akár. Csak mivel védekeznek? Ilyen bevonatot raknak rá? Jöttünk a kereszteződésre, ugye? Igen. Itt van a González étterem szemben. Lebegyünk, iszunk egy kávét, mit szóltok? Be van zárva. Hát ez már mocsok régóta be van zárva, úgy látom. Részrehajló a streamer? Én nem tagadom egy percig sem. Sőt, már elspoilereztem előre a választásomat. Micsoda? Mi? Most hogy húzott el a tökfőzelék csapata? Hát nem lehet igaz. Hát gyerünk, srácok, hát bizonyítsuk már be, hát tökfőzeléket csak akkor szabad enni, hogyha... Nem is tudom. Hogyha már egy hete nincs mit enned, és már a végegyengülés fenyeget. Aztánem jóján. Én bíztam bennetek. 36 ember. Jó, nem nevezném őket árulónak, de az biztos, hogy nem mennék el enni velük. A párás nedves... Várjál, ezt elolvasom, mert ezek érdekelnek engem. Nedves az éghajlat, akkor pár év alatt lehet ilyen? Igen. Eladták a szavazást, érvényteleníteni kell? Na most meg már, amikor meg már veszteteket érzitek, akkor meg már kamu az egész, mi? Az igen. Hát nem azért mondom, de szerintem, hogyha ilyen alakulna a következő kormánypárti választások során, szerintem ugyanez megtörténne élesben is. Felkerültek a listára? Azt a mindenit, egyen nyert a tökfőzelék. De nekem miért nem volt két szavazatom? Hát itt demokrácia... Nem tudok beszélni. Demokrácia van. Ezt a vidös... És kajak, és megennék a tökfőzeléket. Hát akkor menjetek, azt egyétek ki. Ilyet. És én bíztam a kóristákban, bíztam a közösségemben. Vágott, sok éven volt összegyűjteni ezt a sok embert, hogy itt legyenek esténként. Szórakozzanak velem, és erre kiderült. Szia Coolers! Na, a hívó szó belett mondva. Hogy vagy, mi a helyzet? Hát most ez egy kicsit... Nem mondom, hogy elvette a kedvem, de... Mi ez a hang? Jó napokat! Már ideje volt, hogy jöjjön valami, mert itt vagyunk a Lindsay Lohan úton. Nagyon jó.
Nagyon jó hangulatfokozások történnek. Alig várom, hogy valami megtámadjon, én meg is purizzak, mint a szar. Joni már megőrült. Nagyon szépen köszönöm a 100 bitet. Ó, jaj. Az első és legáltalánosabb mob az utcán. Szerintem ez úgy történhetett, hogy bemászott egy latex buslakodóba. Hey! Én várjon! Wait! És aztán abba bele is rohadt. Kéne az egynek is egy ilyen remake? Na pont azt kérdeztem, hogy tudjátok-e, hogy miért nem az egyel kezdték a franchise felújítását. Köszönöm szépen a beérkező csúcsúsút. Köszönöm a 100 bitet Axielnak is. Nagyon hálás vagyok, hogyha segítetek abban, hogy amikor erőm bírja, amikor tudom, hogy többet tudok nyújtani, mint 50% magamból, akkor köszönöm, hogy támogattak, hogy itt lehessünk esténként, és még egyszer köszönöm a PlayStation Hungary-nek is, hogy ezt a játékot ide szállították nekünk. Ez egy sír. Aha, itt vannak a maradványai valamilyen mocsárnak. Szóval a föld, ami körbevesz, az eredetileg ez itt egy mocsár volt, de később fel lett töltve. Vérmocsárnak nevezték el, ez lett a beceneve, mert a víz valamiben mosták a, nem tudom miket, tools, tehát eszközöket mosták el benne. The water. Hey! Nagyon szépen köszönöm! Parvajknak a 100 bitet és Ninja Kölnek a 15 dolláros hozzájárulását. Nagyon szépen köszönöm nektek. Tényleg köszönöm. Köszi mindenkinek. Köszönöm Jonninak is. Nagyon hálás vagyok, amiért segítetek, hogy itt lehessünk. Köszönöm. Szóval ez szerintem a rozsda által lett vörösre színezve ez a víz, miután valami, nem tudom mit öntöttek bele, talán many inhabitants claim to have suffocated, nem, valamit csináltak a helyi arcok itt ezen a környéken. Nem tudom lefordítani, tehát hiányzó részek vannak benne, ugye? De gondolom, lehet, hogy elmerültek a mocsárban néhányan. Komoly sztori lesz itt, az biztos. Mi ez a hang? Itt előttem rezeg a kontroll, előttem szerintem van valami. Ott ment keresztül a János? Tomcsika 789, kösz szépen a követést, üdít nálunk. A vészkórusban ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagyszarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Kíváncsi leszek, hogy sok-sok ház, sok-sok ajtó közül hány lesz olyan, amiben tényleg be kell majd mennünk és fel kell, hogy fedezzük azokat a helyeket. Köszönöm Ninja-kel az 500 bitedet. Köszönöm, köszönöm. Textúra könnyebben olvasható, mint a kiemelt szöveg. Azt mondod? Itt mi lesz? Baleset következtében lezártuk a területet. Aha. Az, hogyha holdabbe mész és birtokháborítasz, ha átkelsz ezen a ponton, annak az eredménye sérülés, vagy akár halál is lehet. Köszönöm Gábor Zé. Barátunkat nem láttuk egyébként a latex buslakodóst. De iszonyatosan para hangulat. Van valami különleges oka, amit kettőt felújították? Elég sikeres leszek az első meg. Nem tudom, Remolián. Mi történt ezzel a várossal? Nem tudom, gondolom azért, mert elérhetetlen volt. Nem lehetett játszani ezeket a régi játékokat sehol. És úgy gondolták, hogy jó, a kettő az nagyot ment régen. És több oka is van annak, hogy miért készítenek egy játékból remake-et. Ugye azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az első, tehát a második rész alapja, ez 2001-es játék volt. Eltelt 23 év, majdnem egy egész emberöltő. Tehát, hogy most már ugye ott tartunk, hogy a következő gamer generáció is felnő. Hogyha akkor 20 évesen játszottad a játékot, akkor könnyen lehet, hogy ma már van mondjuk egy 20 éves gyereked, ugye? Teljesen elképzelhető, és számukra is érdekes lehet a sztori, hiszen ezek rendkívül királyjátékok, és persze biztos megvan a pénzügyi vonzata is, hogy profitot termeljenek a cégeknek, de azért azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt generációváltás történik a játékosokban is.
Köszönöm szépen Devtornak, Kocka Zebrának a 100 bitet, mindenkinek nagyon köszönöm, hogy hozzájárult csatornánk felmaradásához. És köszönöm Kylónak a raidet. Szia Kyló, hogy vagy, mi a helyzet, milyen volt a mai stream? Úgy látom, várjál, nézzük meg még egyszer, hogy le vannak zárva az utcák, jobbra-balra mindenhol, szerintem az étteremnél a Sanders utcára kellene akkor visszamennünk. Vagy átmehetünk ott azon a részen. Ebben a ködben rohadtul nem látni, hogy hol. De emlékezhettek rá, ezt a pöttyöt vagy foltot néztem itt a földön, és erre ment a latex búslakodó. Nagyon köszönöm a raidet, Kyló, remélem, hogy jól vagy. Milyen volt a mai stream? Én már itt a beszarásban benne vagyok egy kicsit. Mi fog ránk ugrani? Én szerintem a Miklós patkány az azonnal. Ezek kísértetek, tudtátok? Kinézte a Night in the Woods-t. Szükségünk lesz egy fegyverre, hogyha valami jönne. Azzal, hogy nem látok semmi olyat, amit viszont kitépnék a földből. Földből, mi ez a hang? Itt. Hello? Hello? Mi a szar volt ez? Ez nem tudom mi volt, de para volt. Kicsit ki is hátráltam. Örök az Inktober. Na és miket kell ilyenkor rajzolni? Köszönöm szépen, hogy a 2 egész éves Prime-ot, azt a mindenségit, 2 éve itt vagy már, Kyló. Nagyon-nagyon hálás vagyok neked. Köszönöm, hogy ezt a csatornát tartod arra, hogy megajándékozd a Prime-oddal, amiből csak egy van. Nagyon-nagyon hálás vagyok neked. Köszönöm szépen. Szia Druvid, szia mindenkinek, sziasztok, csáó. Hát mászkálunk még mindig folyamatosan. Egyőre lassan indul a játék, hagynak bevinni a fosatósba. Mész valami után, aminek nagyon para hangja van, és nézd csak, bement a garázsba. Nézd körül, hogy találj olyan tárgyakat, amiket fehér ruhákkal jelöltünk meg. Ott át lehet kelni, vagy lehet interaktolni velük. Ha már látom azt a fehér ruhát, jó. Először megnézzük, hogy van-e itt még valami. Témák annyira nem jönnek be, de megyek. Milyen témák vannak most? Nézzétek meg Kyló, hogy miket rajzol, mert egyébként iszonyatosan ügyesen rajzol ő is. Streamingst is nézzétek meg. Azt hiszem ez mostantól járhatatlan. Ez csak kamerát állít, várjál, mész előre és... Nem. Oké, tehát hogy a... Azt, hogy merre állsz, az is megváltozik ilyenkor. Kaptunk egy mentőpontot, ez biztos, hogy előre vetít valamit, ugye? Nyomunk egy mentést. 38 perce keringek a város utcáin. Teljes reménytelenségben, hogy bárkit is élve találjunk ebben a városban. Igaza volt annak a lánynak, itt valami tényleg nagyon nincs a helyén. Mire is számítunk Silent Hill-től? Hát nehogy már az nyerjen, akinek itt tudom én, minden a helyén van, meg nem tud főzni. Ez mi lesz? Egy HP drink. Ez jót fog tenni majd, hogyha healennem kellene. A háromszög megnyomásával lehet felgyógyítani magát. Tehát engem még nem támadott meg semmi. De lehet, hogy most fog. Ez már a játék, már megy. Ez egy növény. Oké, ne bízgáljunk semmit. Amikor van ez a rádió hang, akkor ott szerintem enemy is van. Ez esetben nem az. Megszivattak minket. A többi részben ez a rádió hang, ez ott volt, amikor. Hát ilyen ricsaj, zörej, valami. Nem tévedtem, mégsem tévedtem. Nem vertek át, ott van. Latex búslakodó és egy az egyben még cipzárja is van. Statikus zörej, igen. Stay back. Maradjál ott. De mivel ütök? Ez jól sikerült. Jézusom!
Jézusom! Ezt a büdös mindenit neki. Szakáldás után támadunk. Szerintem meghalt. Hát erre rá kell, hogy híleljek. Wow. És még mindig vörösben vagyunk. Az baj. Lehet, hogy meg kéne... Hát jó, de kicsit későn szólt, ugye? Hogy az R2-t kellene nyomni. Mi volt ez a dolog? Miért nem tudom megnézni? Vissza kéne mennünk a mentőpontra? Vagy ez még javítható? Ezt láttam vajon a ködben? Akármi is az, nem ember. Iszonyatosan megvert minket. Ah, úgy látom, hogy ott kell átmennünk. Kezdődik a játszás. Ha valaki még nem szart be, mostantól befog. Nincs apenláta. Nem maradtam, hogyha van benne nehézség, milyen hardon vagyunk. Szinte minden játékot hardon szoktam játszani, vagy fölötte. Ez egy ilyen alaptulajdonsága a csatornánknak. Ez egy nagyobb healing, hogyha jól látom. Szeretem a kihívást a játékokban. Szeretem a nehezebb platformereket. Platformer játékok kihívásos pályáit. Souls-like játékokat, hát azokat számtalanszor végigvittük, akár kisebb kihívásokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy betoltátok a csúcsúsút. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy csatornánk fennmaradhasson. János! Valaki vagyok, gyere a... Nem nagyon tudjuk kivenni, hogy mit akar mondani. Hát János, ebből parák lesznek szerintem. Téged már megvett most? Hát nem csodálom. Nem csodálom, az igen frankónak néz ki. Ha, ezek a dolgok lehet, hogy nincsenek is, hogy csak ilyen tűvel szúrja magát, aztán lehet, hogy ez a vége. Amúgy, ja, van egy ilyen vonulata a Silent Hillnek, hogy mindez talán nem is teljesen valós, hanem fejünkben megy a küzdelem. Hol vagy, Mária? Mária és János. Egyébként a Jamesnek mi a magyar megfelelője? Szia Zsolesz, jó estét, hogy vagy? Ez itt mi? Most mit kéne látnom? Most mit kellett volna látnom? Szerintetek ez mi volt? Meg tudtuk nézni, hogy ott van valami, de... De csak annyit, hogy ott van vér. Valakit megöltek, elhurcimáltak. Jó, mondjuk persze nem minden nap lát az ember egy ekkora vértócsát a földön, városi környezetben. Én legalábbis hál' Istennek nem szoktam látni. Hú, de most hallottam egy iszonyatosan brutális esetről valamelyik nap. Fú, te. Pest megyében. Valaki öngyilkosságot követett el. Egy nyílt helyszínen. Iszonyatos lehet, iszonyatos. Ez micsoda? Ha, azt a mindenit! De mi? Ne a gyufáját nézte, hülye? Jakab a James. Hát, de az miért nem Jacob? Ez a Neely bárnak a gyufája. És nem a hullát néztem meg, hanem aha, és megjelölte a térképén. Hát de hát ez, hogy van ez, jó napokat, ez itt rothad ez az ember. Senki nem temette el. Azt a büdös mindenit. Az Jákob? Ja, hogy a James is Jákob. Ott látok valamit a földön. Szerintem az enemy. Oké, nézzünk körül, jobbra-balra. Vagy hogy mindenhova benézek, minden kavics alá. Hát, hogyha később találunk, vagy előbb találunk valamit, ami esetleg segítene a következő harcokhoz. Nem marad senki más, aki eltemesse? Vannak itt élő formák, én úgy vettem ki eddig. Mindkettő Jakab a Héber Jakobból. Jakab. James, Jakab, oké. Jakab. És hogyha János maradna, az nem lenne baj? Legyen már János. János legyen. Fent a Jakab hegyen. Nyomjunk egy mentést, bár ezt lehet, hogy megbánjuk így. Lehet, hogy kemény lesz ez a hard mode.
Vajon össze kellett csapnunk azzal a mobbal, vagy jobban jártunk volna, hogyha szaladtunk volna? Lehet, hogy lesznek olyan részek, ahol csak szaladni fogok inkább. Autók ablakait betörheted, nem tudom, újdonság régiben benne volt, van belül. Igen. De hol van a botom? Ó, na menj már. Na hát ezt nem gondoltam volna. Ez nagyon next level shit. Hát is elmentem egy csomó kocsi mellett. Azt nem tudtuk meg, hogy Jakab milyen Jakab egyébként, csak a nevét, a keresztnevét tudjuk. Azt is betöröm, ha már így alakult. Szélvédőt is be lehet? Nem. Hát biztos, hogy be lehet. Beszarsz. Verjük szét az összes kocsi, hát verjük bizony. Mekkora vandálok vagyunk, nem? Ott van hátul a HP. Na hát. Jó, tényleg megérte. Tényleg megéri ezeket csinálni. Az őrült huligán a Blahán elszabadult. Hát ezt mondom én is, azért ez elég durvi cucc. És ide jössz és... Az valami papírod, de... Nem törheted be. Viszont nem tudok átmenni ezen? Nincs valami módszer, hogy... Hogy onnan jöttem volna ki, és akkor fordultam el erre balra. Szerintem ez lehetett, igen. Jó, mehetünk tovább. Beülnék, beindítanám, aztán kerék csikorgással takarodnék innen a francba. Az a baj, hogy amint benn vagy Silent Hillben, az nem fog ereszteni. Egészen addig, amíg vagy meg nem halsz, vagy meg nem oldod az ügyet. Nem akarok ezzel spoilerezni, de hát már két Silent Hill játékot végigvittünk a csatornán. Talán ismerhetitek, hogy milyen környezet ez valójában. Ula után volt loot. Bocsi, hogy a csetet nézem, ugye aztán nem, lemaradok egy-két dologról. Én nem láttam, hol volt loot a hulla után. Itt feküdt valaki az utcán, de a hullától felvettük a cuccát, nem? Ja, ez a kis papír, hát ez ki szúrta volna ezt ki? Ha ezt olvasod, lép le, ez a hely nem az, aminek tűnik, néha hátra is kell nézned. Martin Street utcáján, vagy Martin utcán lévő jegyzet. Okay. Néha hátra is nézünk. Rendben van, Moki, vagy mit szólsz ehhez? Imádja ezt a játékot már most. Stop. Szerintem nincs túl nagy áthaladó forgalom, talán megkockáztatom az átkelést. Szombaton mész Miskolcra? És mi lesz Miskolcon? Én minden ajtót, minden ablakot, mindent betörök, nem érdekel, kirakat, hoppá. Hoppá! Hogy be lehet jönni ilyen helyekre? Kinyílt a térkép rögtön. Nézzük a fiókokat, hát ha valamelyik nyitható. Ez egy nagyon-nagyon régi fodrász szaküzlet lehet. Újra láttam őt, vagy legalábbis azt hiszem. Azt mondja, hogy ő nem látta, de... Nem tudom, többé már... Fáradt vagyok, nem találom, nem számít ez a kaparó hang újra. Jajjajjaj. Itt ilyen ollókat nem vihetnék el magammal, nem? Hát ez mennyire normál kitaláció volna. Érdekes, hogy amúgy nem volt nyitható. Itt van egy enemi a közelünkben pedig. Kocsi alól mászott elő. És most támad? Igen, támad. Holy shit. Holy. Semmi baj, haver, semmi baj. Most levárom, és kicselezzük. És... Hát. Hát nem egészen így gondoltam, de jó, menjen, menjen. Hey. Ez miért történt így? Ezt hogy csinálta? Ezt hogy az anyjába csinálta? Hát de hiszen ütve volt. Fúj te! Ilyenkor a hang megváltozik teljesen, amikor ennyire szarul vagy. Semmi nincs ebben a kocsiban. És hogyha hosszan nyomnám, syringe, az bemegy. Aha, hát ez full healinget ad ezek szerint vissza. Szükségünk is van arra most. Ezek a törzs vendégek? Én nem tudom mik ezek, de írdatlanok.
A hard az ilyen lesz, ennyire kemény. Te ne gondolná, hogy így szét fognak szivatni minket. A Nihilis bár ugye be van nekünk jelölve, és mehetünk balról, mehetünk jobbról. Hogyha itt balra fordulunk ezen az utcán, bemegyünk a sikátorba. Ott van egy ablak, amiben beugorhatnék. De ez ugyanaz a fodrászak üzlet? Nem, ez egy másik hely, de nem mi van. Tök jó, hogy jelzi nekünk a rádió. Silent Hill. Alapos megfigyelés után valami experteknek a... Várjál. Ó, meghatározták, hogy a Vilca szénbánya még mindig magasan aktív. Kifejezték a reményeiket, hogy fel kell jobban fedezni a környéket, nagyobb kutatásokat kell itt intézményezni. Ezek azok a remények, ha bár sosem teljesültek, mert hogy lezárták a területet a történelmi ilyen természeténél fogva. Ez a Silent Hill Historical Society-nek köszönhető ilyen történelmi társaság. E fölött még az ötlet a helyi közönség nem fogadta, vagy közösség nem fogadta ezt annyira jól, ellenállásba ütköztek ezzel az ötlettel. Jó, van itt ebben még fontos? Egyik helyi art sem kommentálta ezt a dolgot. Azt mondja, van itt még egy szerkesztői jegyzet, hogy a labzártakor lévő információk alapján nem létezik bizonyíték, ami támogatná a radiesztézia kredibilitását. Mi az a radiesztézia? Tehát, hogy lehet, hogy átvizsgálták ezzel az eljárással esetleg itt a környező bányát, és azt állapították meg, hogy van még benne szén. Ezt jelentheti a radiesztézia? Ki tudja, hogy mi az? Ezek szerint dolgunk lesz a bányában, hogyha most írnak itt róla. Hová tűnt az enemy? Szerintem a következő enemyvel nem fogunk megküzdeni, csak ott hagyjuk a... Évedek. Én ütök. Nem tudom, hogy hol van. Szarás. Ez az a kis bogár? Igen, igen, ez emlékszem, mert... Ugye nem tudsz bejönni. Ugye nem, de be tud jönni. De szar, szemét szarházi. Dodge, azt a mindenit. Hát mit nyom? Hát normális ez? Nézd már meg! Létezik ilyen lény! De jó volt a dodge! De nyomjad még nyugodtan, nem baj az! Ott még egy kicsit fröcsög! Hopp. És ez mi? Helyes, az is menjen, mindenki meghal! Azt a vides mindenit neki! Hát szerintem megöltük! Még azért egyet rányomok! Azt hiszem, hogy ez a fegyverünk nem fog tönkre menni. Ezt nem kéne megvizsgálni, hogy mi lehet? Véres rongyok? Ez egy Amerikában annyira népszerű laundry. Itt ez egy mosoda, ha jól látom. Ide hozták a rongyaikat jó véresen. Micsoda? Super strong, super erős, super tiszta automata mosógépek. Mosd el a tegnap foltjait. Erősen átborult az ablakon, emlékeztetett rám durva kocsmázásból hazaérek. Jó is. Fegyver nem használódik, hát nagyon erősen remélem, hogy nem. Sőt, ezt upgrade-elnünk kellene ezt a fegyvert. Kellene szerezni a helyére egy vascsövet. Úgy tudom, hogy ebben a franchise-ben a vascsövek is nagy szerepe van. Ma nem tudok Twitch-et nézni, mert a streamerjeim 90%-a ezzel játszik, de én is ma kezdtem el. Aj, nagyon sajnálom, mert néz kitartást ez a nehéz időszakhoz, ami most keresztül mész. És jó játékot kívánok neked a címhez. De a többiek, látod, néz, a többiek jó arcok. Csak mondom. Be kéne nézni ugye a kirakatokba is hátha, de kicsit félek, hogy az észrevett. Jó, akkor megyünk. Nem kell mindennel mindig megküzdeni. Imádlak, hogy te is ezzel játszol. Jaj. Én is imádlak, hogy te is ezzel játszol. De csak úgy férfiasan, természetesen. Az én szívem már foglalt. Elvitte a vészkórus. Örökre. Ez ebben nem találsz semmit. Egy jó pisztoly, nincs egy fegyverbolt, vagy valami? Az még nagyon messze van a vascső. De már ennyire vágod Axiot, te hányszor játszottad ezt végig annó? Úgy néz ki, hogy Axil az aktuális tudós ennek a gémnek.
Szeretem, amikor te is így érvényesülsz és ismered az adott játékokat. De csak semmi spoiler, ha kérhetem. Lejöttünk egy dinerbe. Azt mondja, az a fickó újra itt volt. Megmondtam neki, hogy figyelmeztettem, hogy ne jöjjön ide. Úgy viselkedett, mintha nem tudta volna, hogy miről beszélek. Na mindegy, felállt és elment. Nem csinált semmi balhét, de van vele valami, amit borsódzik a hátam, amikor ránézek az arcára, olyan, mintha egy maszkra bámulnék. Van, és van mögötte valami, ami ki akarna onnan jutni. Nem akarok ott lenni, amikor ez megtörténik. Várjál, ezeket lehet flippelni is, nem? Big J nótja. Hogyan lehet megnézni ezeket a... Igen, ez az, read. És lehet flippelni. Investigation. Flip. Semmi, jó. Ne felejtsük el, hogy mindent meg kell nézni, meg kell fordítani, meg ilyenek. Uh-huh. Te ott vagy bent, mögém jön valaki? Ezt taktikusan kéne elintéznünk, ugye nem kéne, hogy sérüljünk. Akkor kell használnom dodge-ot mindenképpen. Tehát, hogy az lenne, hogyha én támadnék először, át akarok menni erre a helyre. Nem kettő van bent, csak egy. Olyan van, hogy rászaladsz. Most vesz észre. Gyere, gyere, gyere! Az ajtó mellett, vagy asztal mellett leszünk jó helyen. Dodge. Támad és dodge-ol. Elesett a rohadék. Maradjál lent! Szarházi. Gyönyörű. Jó van. Oké. Sikerült taktikusan lerendeznünk. Ha ezt a vonalat visszük tovább, eredményesen zárhatjuk majd a végigjátszást. Talán hard módban is. Laposra, laposra. Ne verje ki, ne rázza ki. Erikával szívassa ki. Semmi nincs. Miért jöttem ide be? Megint van egy. Szia Lili NMH, hogy vagy? Mi a helyzet? Szia Raven, jó estét, remélem jól vagy. Észrevett? Menjünk bentebb, mert a térkép nézegetése az real time történik, tehát nem áll meg az idő. És hogyha erre mennék ki, nem mész arra ki. Felmennék, nem, ez a lépcső az le van zárva. Igen, aki nem hoz magával a bomblenzt. Én már várom, hogy hozzad ezeket a bomblenzeket. És rárongyoljunk, megverjük. Tangában van, nem fecskében. Des-des. Tud fordulni. De rendben. Hány ingerem van itt a szart? Undorító. Undorító, rohadjál el. Van másik? Jaj. Nem tudja eldönteni, hogy most a patkán vagy alatta feküdjön. Van másik is. Azt a nem jó el. Mennyi enemivel küzdünk? És mennyire kevés HP-nk van amúgy. Meg kell játszani őt is. Tudjátok segíteni, volt a csatornán Remorse the List című játék, szívesen megnézném. Nem, még nem volt, de ismerős a címe. Remorse the List. Ez nem az a magyar horror? Köpjed! Köpjed! Miért vagyok ilyen agresszív? Undorító, amit csinálok. Undorító. Ne. Pedig nyomtam a dest. Nagyon gyorsan képes visszatámadni. A szar van veled. Ott pusztuljál el. És soha többet ne találkozzunk, légy szíves. Ezek minden bizonnyal a helyi lakosok lehetnek. Voltam bent itt? Igen, körbeértünk. Jó, itt is van hulla. Ez azt jelenti, hogy jobbra kellene mennünk. Van egy American Café. Szemben oldalon, azt is megnézzük. Gondolom, hogy ami be van így, nem, az zárva van. Kicsit eltévedtem. Szerintem erre van, amerre megyek, ugye? Pont a hátam mögött. És akkor, hogyha erre mennék, akkor mit találhatnék? Mondjuk lenne ott egy kocsi. A Nathan évre mennénk tovább, ahonnan egyébként elindultunk, azon az utcán voltunk. Nézzük a kocsit még egyszer. Vagyis, hogy először. Még egy enemy? Kettő enemy? Az egy rendőrautó ott szemben, nem lehet, hogy van benne lőfegyver?
Szia, 0RH pozitív, hogy vagy? Szia mindenkinek, köszönöm, hogy engem választottatok ma este, és ilyen sokan itt vagytok. Ez kettő lesz. Ez baj. Küzdjünk előbb a gyorsabban, húzzuk el, kájtoljuk ki. Nem jön utánam? Amelyik jön, azt vegyük el akkor maximum. Hé, hey, félrenéztem és már nincs. Ez hogy történhetett? Félrenéztem és eltűnt. A haverja még... A despawnolt, visszakerült hátra. Jó, és ilyenkor a HP-regen is megtörténik? Ja, ez creepy volt, hogy visszanéztem és már nem volt ott. Ó, na ne szórakozzál! A másik megint eltűnt. Végig hányják az utcát, de annyira jól néz ki, ahogy a hányás elterül az aszfalton. Jézus Isten! Dögölj meg, te szemétláda! Úramatyám! Rohadt jó! Benne van az emberben rendesen a szarás. De meg mindenkit kell ingatlanul, és itt akarok házat venni. Hát ez szerintem meglepően olcsón hozzájuthatnál, egész utcákhoz akár. Ez nem jó, hogy itt mindig kettővel kell ezek szerint megküzdenünk. Gyere ide! Ne, a fancba! Nagyon benéztem. Erre nagyon óvatosan megütött, dodge-olsz. Hílelnem kell. Egy healingen maradt összesen, nagyon gáz. Hú. Szia Antalbogi, jó pihenést, és kösz, hogy itt voltál velünk. Miért állt fel az a szar? Normális, hogy ömlik belőle a vér, vagy nem tudom mi ez. Széthányják az egész utcát. Biztos ezzel legyen mi az eurós házakat a polgi? Des, ki onnan. Jó volt. És van még egy enemy. De mi van, nem akarják, hogy erre menjek? Hogy mi történik? Ez a Combat Simulator része a játéknak, úgy látom. De nehogy már még a dodge közben is megcsinál. Mióta szaladnak amúgy? Mióta szaladnak? Uramisten, hány enemy volt ez? Vagy 3-4? Átkozottul mehet az ingatlan biznisz, azt tuti. Azt akarták, hogy nézzek be a rendőrautóba? Hát ha, mert ugye mondták, hogy be lehet törni a üvegeket, meg ilyeneket. És be tudsz nyúlni érte? Hopp, na ott van egy kis gond. Ez egy kisebb bug. Aha. Micsoda a Penguin cartridges? Ez egy Magnus szalag? Nem, handgun ammo. Azt hittem már, hogy bazetta. Hát a handgun ammoval most nem mondom, hogy sokra megyek. Irakadban nincs valami eltéve nekem. De van függönyözve. Nem tudunk ott bemenni sajna. Hát nem mondom, jó szarul vagyok. Utolsó healingemet elhasználni. Vajon tényleg kellett erre mennem? Vagy elrontottam az egészet és... Semmi értelme nem volt annak, hogy ezt most így megcsináltam magamnak. Hard módban megyünk. Lehet, csak el kellettem azt szaladni mellettük a francba. Amit mondtam is, hogy csinálni fogok majd, hogy... Kicsit több healingünk, több lőszerünk maradhasson. Nem túl bőkezű a játék ilyen tekintetben. Azt meg lehetett nézni? Igen. Aha, szóval van egy tóparti vidámpark, ott van a Toluca Lake. Majdnem 60 acre. Hogy mondták, mi az acre? Azt gondolom nem a... Nem a hektár, hanem az valamelyik más angol mértékegység. Van itt egy szép világítótorony is.
csomó érdekesség. Angula hold, aha. És a hossza az egy furlong, a széle pedig egy, vagyis a szélessége pedig egy chain. Pink Floydnak a volja, hogyha ismeritek a Pink Floyd The Wall című lemezt, koncept albumot, akkor abban mondja a tanár a gyerekeknek, ezt így magoltatja velük. Megvan ez? Ez micsoda volt? Ez micsoda volt? Azt hittem, hogy bogarak jöttek, de nem. Egy bogár van. Ögölj meg. Két bogár. Jó. Hú, ezek jobbak lettek, régen rosszabbak voltak. Már az alapján mondom, hogy amikor a négyben jöttek a bogarak, az jó szar volt. Területmérték az is, aha. Egy furlong és egy chain. Az A és a B oldala. Hát lehet, hogy egy healinget el kéne használnom talán. Úgyhogy hogy megint zavarodik a rádiónk, nem baj, nem baj, nézelődjünk még. Benézzük minden oda szembe, a Groovy-ékhoz is benézünk. Hát eddig amúgy sok sztorit nem találtunk, mivel mentünk csupán előre. Szegény lemezek, nézd meg. Hát valószínűleg nem a felfedezéssel kellene kezdeni a játékot, hanem... Ult mögött van. Kettő van. Ott van egy jobbra. Ketten vannak. Azt el kell, hogy vigyük magunkkal. Ki kell mennünk innen. Ki jönnek? Ki tudnak jönni egyáltalán? Szarás. És már kín van. Amint félrenéztél, már kín volt. Nem lesz nagy körbe táncikolás. Aha, nagyon jó. Ajajaj. De meg kell őket szerintem ölnöm most. Nem tud átokádni a kocsin, nem? Jó, az jó. Vigyázzunk. Ezt hogy csinálta? Ezt hogy csinálta? Elment az utolsó healingem. És még mindig pirosban vagyok. Jó, dupla ütés, egy dodge. Mi ez? Elment valami a lábam mellett? Ez a haver? Gyere ide, te szemétláda. Ez hogy sikerült így? Jó, azt hiszem, hogy muszáj megtaposnod. És közben a haverja meg despawnolt, visszament bentre. Nem, csak akar visszamenni. Ott van az ő helye. Ó, hála jó istennek. Pusztulj ki! Jó, szerintem megvannak. De a kúszott, mint egy állat, gusztustalan volt. Vércsikot húzta, szerintem azt ütöttük le, és aztán elkezdett kúszni, visszament abban az állapotban, még a másik elindul. Csak kevesebb HP-val tette mindezt. Ez micsoda? Nézz szembe a zenével, találd meg álmod melódiáját, és... dőj hátra. El kéne olvasnunk, amit felvettünk, ugye? Mit ír ez a dolog? Valamelyik nap bejött ide a gondnok, részegen, könnyek között. Volt vele egy fél lemez, folyamatosan azt üvöltözte, hogy valahogy helyre kell, hogy hozzuk. Meg akartam csinálni, hogy elkussoltassam, úgyhogy elindultam, hogy megszerezem a ragasztót a fiókból, vagy miből, a kabinetből, a szekrényből, de aztán rádöbbent, hogy csak egyik fele van nála, úgyhogy kiszaladt. Nem tudok túl sokat csinálni ezzel így. Talán megkérdezhetnék a Nili környékén valakit legközelebb. Lehet, hogy az egyik tőlük jövő lemez ez. És akkor itt van a lemeznek a fele? Nem. Ez a ragasztó, ami az kell. Ahhoz kell. Oké, és ott van a lemez is, látod? Ezek szerint össze kell hoznunk ezt a hanglemezt. Ez egy... The Long Way, nem tudom. Ez egy kis lemez, egy mini. Vagyis, hogy maxi? Bocsánat. Tudnátok segíteni, volt már csatornán Remorse the List. Az előbb mondtam Filvi, hogy nem volt még, nem? Az a magyar játék? Lehet, hogy lemaradt, vagy nem hallani? De hallani. Mondom home, the long way home. Honey, I'm warm.
Mondták a Night in the Woods-ban. Kis healinget kérem, nem lehetne? Srácok, lányok, ott van lent a végigjátszások panel. Rákattintotok és bejön azonnal az összes végigjátszott játékunk listája, egy Google dokumentum. Úgy néz ki, hogy csak ide kell bejönni itt. És ott van a playlist is mellette, meg komment is van hozzá, fűző, ha van. Ugye, hogy az valamilyen magyar horror, akkor jól emlékeztem. Nem, nem volt az meg nekem, nincs meg az a játék, ezért nem vittem végig még. Vigyázzunk, nehogy valami hátba verjen. Hogy tetszik nektek a játék egyelőre? Nem túl sztori, inkább egy combat szimulátor ez a rész, hogyha az ember nem arra megy, amerre gondolom a játék kijelöli neki az irányt. Micsoda? Az ajtó, ami a sötétségben ébred, rémálmokra nyílik. Két véres kéz. Ezt remélem megjelöljük, mert ez fontos. Aha, ez ott van a vinyl store mellett. Hogyha felveszel mindent egy helyről, akkor ki lesz pipálva? Akkor ezt lehet, hogy eddig nem is jól csináltuk? Help needed? Oda írva, hogy... Ja nem, csak egy mellék részmunkaidős állásra. Van itt egy jelentkezés, felhívás kitéve. Hát healingünk az nem igazán van. Nem érzem egy olyan nagy hype-ot, de megetjük vajukat ki. Eredeti kimaradtanul, az most tetszik, nekem is. Nekem annyira nem bejövős se a Resident Evil, se a Silent Hill, se a többi szép lett a grafikája, ez biztos eddig tetszik. Nem túl sok történik eddig, ezek a creepy mini történetek még jótán csak hangulatosak. Figyeljetek, akkor elindulunk a fő sztorira, jó? Mert én meg akartam volna nézni, hát meg is néztem persze, hogy mit találunk a városban össze-vissza, de úgy látom, hogy ezt az utcát nagyjából fel is fedeztük, és mindössze előre kell mennünk, és balra felé lesz majd előttünk az a hely, ahol elméletileg a sztori folytatódik. Az egész utcát kiirtottuk, remélem, hogy... Hol láttam? Respawnolnak? Hát mondjuk, hogyha respawnolnak, hogyha újra itt teremnek, akkor annak semmi értelme nincs, hogy én ezeket verdessem. Lassan adogolja a játék a történetet. Oké, mehetsz. Beakadtam. Gyázat. Ezek fel kell. Vigyázz. A remjóját, mekkorát ugrottunk hátra. Szét kell nézni mindenhol, mondja Blade. Egyetértek veled. Ez a jó, amikor hasára esik. Szia, pszánysod el, hogy vagy, mi a helyzet? Amikor a hasára esik, akkor tudod, hogy nem fog tudni rádugrani esetleg hirtelen. Itt van egy átjáró, egy csikátor? Benne lévő bogárral. Ide van egy számkódunk, ez a Grand Market nevű hely. 2, 8, 5, 4, 7. 7 a vége, a francban 4 kellett volna. Jó, nem ez kell nekünk, hanem... Jobbra a Nihilis bár. Innen indultunk, ugye igen, ott fekszik az a szar. Giga computer! Hát itt nem is tudom, hogy milyen fajta PC-ket árulhattak. 49-en, az biztos nem ment túl jó áron. Nézelődünk jobbra-balra, hát ha valamit megtalálunk. Vagy valaki megtalál bennünket. Szia Suhajda, 4444 a kód, igen? Ha kiderül, akkor bannolunk, semmi baj. C64-esek lehet? Aki spoilerezni jön ide, annak egy iszonyatosan szomorú. Van lesz a vége, ezt megígérhetem. Nagyon nem szép dolog az ilyesmi. Boldog voltam, I've been happy. Ez azt jelenti, hogy még most is az vagyok. Flip. 6-os van ráírva, aha. Ezek szerint a kód egy része egy 6-os szám. És környékről, de mik ezek a hangok mögöttem? Amikor félrenézek, aha. Jó, azt látom, hogy ott van egy. Amint félrenézek, rögtön hallom, hogy mögöttem van valami. Ez lenne itt a Nihilis? Igen. Van egy mentőpontunk. Hú, ez creepy ez a szarott szemben. Ez egy zenegép letakarva, aha, nem valami izé szentély.
1 óra 14 perc és haladunk már is tovább. Nem adnak egy hílt valahol, vagy egy szirincset esetleg? Olvassuk el. Nem tudom, hogy mi lelte. Egyszer csak elkezdte összezúzni azt a dolgot. Ki kellett, hogy dobjam. Elszaladt, és azt üvöltötte, hogy ő majd megjavít mindent. Összegyűjtöttem, amit csak tudtam, de még mindig nem találtam meg az egyik gombját. A fele az egyik lemeznek még mindig bele van szorulva, a másik pedig eltűnt. Gondolom elvitte magával. Ha erre gondolok, akkor biztos, hogy a Groovy felé szaladhatott. Talán lehet, hogy rá kéne nézni, hogy jól van-e. Saul utcában lakik, a gyógyszertár mellett a 9-es lakásban. 9-es lakásban? Ez is egy szám. Lehet, hogy oda kell majd nekünk a izé. Ez micsoda? Volt itt egy lyuk, de most már eltűnt. De figyelj már, ez nem a 4-ből egy üzenet? Amikor megjelent a falban, a The Room-ban, tudod? Ugye a 4-ből, ott volt ez kiírva, hogy volt itt egy lyuk, de már nincs itt többé. Ez a The Room-ra volt utalás, nagyon menő dolog, szeretem az ilyeneket, ja. Szóval itt van egy fél lemez beleszorulva, és van nám ragasztó. Ezt most miért löktük oda? Ja, mert ma kivettük a lemezt. Ezt gondolom feleslegesen rotételni, és tényleg home volt a vége. És hogyha megvan mind a kettő fele, kombájnolni lehet itemeket. Key items, combine, ez, meg ez, meg ez. Hát haver, ha ezt akarod lejátszani, én nem hiszem, hogy abból bármi jó kisülhetne, de oké, legyen. Na várjál. Tehát a lejátszó, az itt van. Ez egy puzzle. Oké. Jó, és hány része van? Miért nem tehetem be oda a lemezt? Senki ne próbálja ki ezt otthon, az biztos is. Nem tudom, hogy mit akarnak ezzel. Hogy így forgatod, pörgeted. Hiszen csak 3 komponens mozdítható benne. A hangtűnek jót tesz a pillanatragasztó? Az fixen biztos. És hogyha most azt mondanám, hogy lehet, hogy nem is itt kell lejátszani, hanem a Groovies-ban. Milyen para ez a menü, hogy ott a háttérben lehet valami elmosódott dolgokat látni, mozogni. Investigation, mehet. Long Way Home, ezt én is tudom. Jó. Lehet, hogy nem ezzel fogjuk lejátszatni. Egyszer szerint össze lett zúzva és hiányos. Igen, az egyik gombot még nem találtuk meg. Még lehet, hogy az a baj, hogy hiányzik bele valami. Igazad van. A mentés az megvolt. Nézzünk be ide. Aha, és nem csak a vinyl rekord van. Jó, ide kell egy kulcsot szerválni. Ez volt a Neelys-ben. És akkor most, hogyha megnéznénk, hogy merre állunk. A jukebox az ott van bent, az jó, a keyped ott a másik oldalon. És akkor a zene... Soul Street Up... Aha, el kell mennünk a fickónak az apartmanjára, megnézzük a lakását. Lesznek barátaink is itt, úgy látom. Megpróbálunk velük nem foglalkozni, inkább bemegyünk valahogy ide. Tévedés, innen nem mész be. Itt mész be. Nem fog átengedni? Jaj, és kacok. A fellépő animációra már nem tellett. És itt mi van hátul? De mit van a keyped ennek a másik oldalán? Csak nem jön át utánam, nem? Ó, és már így ömleni fognak 3-4-en utánunk befelé. Aha, ez egy happy burger. Éhezel? Nem tudsz segíteni rajta? Hát akkor gyerünk, happy burger. Amire szükséged van, azt kapod. Sietsz? Hát akkor kérd elvitelre. Ez volt a szöveg itt a pamfleten. Van egy healingünk, az jó cucc. Nincs több esetleg? Ott egy ilyen helyről gondolom az ember, hogy talán talál többet is. Benézel és azt látod, hogy tehát lehet kúszni, aha, tehát hogy kívülről be lehet jönni arra a helyre. Ez itt micsoda? Ezt nem kéne megbántalmazni egy kicsit? Hát azért még megmozdult.
Ó, hagyja. Tudtam én, hogy lesz valami vele. Van itt még egy. A rádió jel alapján, aha, bent áll. Várok Ádik. Ki kell, hogy jöjjön. Kicsit lassan jön, nem? Kicsit arra szolgatva. Jól látom, hogy ennek... ilyen magas sarkúja van? Vagy ez egy platformcipő? Vagy mi ez? Ne, gyere, kijjen, gyere, gyere! Szart nem látunk. Itt kell megjátszani, okosan. Hátra. Ó, a franc vigyen. Jaj. Hát egy ilyen szűkös helyen nagyon nehéz küzdeni. Ne hagyjuk. Tögölj már, te rohadék. Hát kétszer is le tudod köpni, és még egy harmadik is útján van. Jézusom. Tögölj már. Gyerekek, ez micsoda? Kileljünk magunkra? Ezt látod, hogy mennyi szer kell? Ilyen még nem volt eddig. Ilyen még nem volt, hogy meg 9-szer meg kellett ütni. Ilyet nem láttunk még a játékban, hogy ennyire tankos legyen az egyik enemy. És ezt nem is lehetett volna rendesen megcsinálni, és lehet, hogy nem is kellett volna megcsinálni. Kikájtoltuk, lehet, hogy be kellett volna ide szaladni. Hát mocskos ústrapabíró volt ez, de a többivel úgy nagyjából el voltam. És... ezért jöttem ide be, hogy áthússzak onnan, aha. Ne spoilerezzetek, légy szíves. Ez még csak a sima fajta, azt mondja. Na ez micsoda? Egy syringe. Hát még egy darab damagét el tudok talán szenvedni. Amúgy ez jó lenne, hogyha ez olyan cucc lenne, ami a teljes HP-dat növeli meg, ugye? Kicsit többet tudjunk elviselni esetleg a csapásokból. Enemy, újra. Kis healinget szeretnék, hátra van. Rámugrik és elmegy, láttad? Nem ért hozzánk, csak nem mehetek fel a patkára balra. Van egy ilyen láthatatlan fal. Jázat. Ott lehet, hogy szemben az a kerítés kapu az... legkisebb gond. Frankon. És Frankon képes volt rá. Hát pedig desseltem. Óvatosba mentem neki, de talán egy kicsit túlságosan. Sok volt a második csapás ott annál résznél. Komplett izé Judáit felirat, mint a Souls-like-ban. De Souls-okban, ugye? Nyom el egy buttont a Plyhoz, és innen mész megint tovább. Jóó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 
mint amilyen egy régi játék volna. Ezt most skippelhetjük, mert már megnéztük. Kivesszük a dolgokat belőle. Aha, és most aztán fixen elromlott, de szerintem át is ugrott azon a részen. És nem tudom, hogy meg kellett csinálni amúgy a lemez, tehát hogy szükség van-e arra, hogy ez most így összekombinálva legyen. Jó, lehet, hogy itt menteni is kell, nem? Nem volt itt egy healingünk? Vagy ilyenkor, hogyha meghalsz, nem kapsz vissza valami lootot? Erre rámentek egyet, hogy kétszer ne kelljen megcsinálnunk később majd. És akkor egy darab healing van az asztalon, ugye? Egy darab... szerintem kifogjuk azt majd ott dashelni. Nem fogunk megküzdeni az rajzével. Egy darab syringe van pedig eldugva, a full healinges dolog. Térkép szerint hová mentem be? Erre megint remi van, ugye? Az ember azt hiszi a hangok alapján, hogy valami van mellette. Úgy mentünk, hogy a burgerezőbe mentünk, igen. Ott úszik az a szar. Erős az a hard mód, nem gyenge az, annyi szem. Jó, tehát balra volt a healing item valahol, itt. És ezt akár el is lehetne használni. Ezt ugye el kell, hogy olvassuk. Feltételezem. Ha oda bemész, akkor balról is jön egy, meg kívülről is, ugye?
Ide be lehet nézni, hogy lásd, hogy ott alul kellene, és itt fogsz kijönni a másik oldalról, hogyha életben hagyod ezt a szart itt a földön. Ilyenkor már kapja? Tehát ez már sebzésnek számít? Hát gondolom, hogy így is úgy is, de fel fog kelni, hiszen biztos ilyen scripted dolog lesz ez. Tehát... Száj megverjem. Vigyázzunk a bentire, hogy ne jöjjön ki. Eddig jobban állunk, mint az előbb álltunk még. Jaj, ne már! Mi? De még hányszor akarsz, hogy azt a bugos mindenit neki? Hányszor akar még köpködni? Ó, oh, fúj, te hülye. És hogyha itt átlendülnék a counteren, a pulton, ki kell, hogy kájtoljuk onnan, ugye? Hát ez... Fogas, nincs az köpköd. Már is jön. De hogy nem enged át, aha. Na jó, egy healinget elhasználok erre. A syringet még nem. Az bent van ugye, azt össze kell szednünk. De az ajtóban megjátszhatjuk amúgy. Nem, nem, mégsem. Szia, Ransom, bye, hi. Itt sem most... Zé, sziasztok, micsoda? Itt sem most micsoda? Nem mondanám, hogy eltalálom. Tudod mit? Nem is fogom eltalálni. Szevasztok. Itt szemben nem találtunk semmit, csak átkúsztunk itt lent alul. Ez az. Na legalább a gyógyszer valamint segíteni fog. Nem is lehet kimászni másra, ugye? Csak ez az egy lehetőséged van. Annyira sajnálom, hogy eltalált, ráadásul kétszer okádott arcon kapásból. Hagyjuk itt az egész pereputyat a francba. Itt van még a járkáló. Volt-e itt az autóban valami? Nem. Ez a csúszómászó kis szardarab van itt. És akkor a burgeres helyen meg vagyunk. Erre kell tovább mennünk, azt hiszem. Szuper para amúgy. Hát figyelj, hallod a hangjait, meg minden. És ezt tudod, ez jön amúgy mögötted. Ez törhetetlen. És ez vagy pénzszállító, vagy fagyi. Nem, ez egy egyszerű... Jön mögöttem megint, egyszerű szállító autó. Egy futár, vagy posta, vagy ilyesmi lehet. Aminek a kiszállítása. Ez a kamion biztos ilyen ikonikus darab volt a... Az alapjátékban, ugye? Hát hogy vagyok most a Sanders Street-en? Miközben a Saul apartmanjához kellett volna mennem, meg azt nem vettük fel. Csináltál Mokibot, már megint mindenki téged figyel. Nem úgy van, hogy erre mész és balra fordulsz, de hogy nem? Automan volt már valami? Igen, igen, találtunk egy handgun ammót és egy kisebb healinget egy-egy kocsiban. Állsz szemben. Balra. És jobb kész felé lesz az utca. Hát ekkora ködben rohadtul nehezen talál meg bármit is az ember, ugye? Minden egyes sarok ugyanolyan, mint a következő. Azt hiszem, itt van az apartman szemben. 9-es számuk el, igen, igen, igen. Pharmacy mellett, így van, így van. Nem mehetek be esetleg oda? Hát, ha a gyógyszer... Van valami. Gyógyszertárban valami vár ránk? Mondjuk egy kis healing nem ártana. 16-os lakásba bejöttem. Elraktam a fegyveremet. Nem mondanám, hogy nem éred el azt a papírt. Jakab... Jaj, Krisztusom. Nagyon kéne egy kis fény nekünk. Itt van valaki, jobbra nincs, vagy balra, bocs. Bogarakat azt látunk, ez mit csinál? Ezt majd át kell néznünk rendesen. Ezt meg lehet tolni innen? Aha, tök jó. Addig tudod tolni a cuccokat, hogyha esetleg az utatban lennének, de tovább is kell? Aha, egészen kattanásig kell tolnod. Rohadt sötét van ide bent. Hát, hogy sok volt a gamma levétel, nem? Nyitjuk a reteszt. Tudjunk közlekedni. Mit írnak? Micsoda, hogy az ötös lakás itt hagyta a kulcsát, mert az emeletről van valamilyen leak.
Meg kell, hogy nézzük. Ez azt jelenti, hogy folyik mondjuk a víz. Gondolom, hogy szivárgás zajlik. És akkor az ötösnek a kulcsát kaptuk meg. Gondolom az ötös fölött lett akkor a kilences. És a kilencesből ömlik a szar. Látok, voltak már ilyen problémák, hogy beáztatok, mert a fenti lakos hülyéskedett? Ez még pont a kettes. Lehet, hogy kívülről érjük el. Nézzük a térképet most, hogy van időnk. Hát az ötös lakás az emeleten van balkész felől. Aha, és tényleg a kilences van ott fölötte. Voltál már úgy, és mi volt a megoldás? Az 1-2 zárva. Nézzük meg a 3-ast, hát ha bejutunk. Itt biztos, hogy fel kell, hogy menjünk. Ezek mind zárva vannak. Ez viszont nincs. Ez a pharmacy. Nagyon jó. Mentőpontot nem ad. És már 2 full HP-nk is van. Relevmit, Beralmin, mindenféle gyógyszerek. 451 dollárért vannak itt vásárolva. Ez lehet, hogy valami puzzlehöz kell? Valamit össze kell állítanom ezekből? És ezt nem vihetem el, csak megnézhetem? Érdekes. Egy évig tartott, mire fenti lakó végre vállalta a javítást. Az brutális, és addig áztatok. Pár évtizede elerett az eső, mivel fölöttünk volt egy csőtörés, födém alaposan telszívt magát vízzel. Olyankor mit lehet csinálni? Várni, hogy kiszáradjon? Ezt tudod, Axil, hogy nem eshet örökké. Ez bogár lesz, nem tudom, hogy merre. Elhiszed, hogy a bogár is egy pillanat alatt meggyilkol? Ott be lehet... Opa! Megvan. Be lehet kúszni, nézd csak. Wow! Egy egész normális állapotban lévő kis lakásba. Ahhoz képest, hogy itt mik voltak eddig. És kinyithatom belülről az ajtót? Bizonyám, király. Hallok valakit odakint. Hát, hogy beugrik ránk. Mondjuk a másodikon vagyunk, csak nem. Az van ráírva, hogy... És a biztos vagyok benne, hogy abból az apartmanból jön az a hang. Mindig mondom nekik, hogy miért nem csinálnak valamit. Elviselhetetlen. Érzem, ahogy beívódik a bőrömbe. Be... Nem tudom... Nyomja magát a tüdőimbe. Ez valami bűz, valami szag. Lehet, hogy fent megölt valakit a csávó. Hoppá, Cukker megérkezik. Nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvít nálunk a vészkorúzsban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, a nagyszarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Ők elképzelhető, hogy odafent meghalt valaki, nem? A bogár is rovar, de nem minden rovar bogár. Tehát akkor a 8-asban nem mész be. Az 5-ös volt ez? A 6-os? 9-es pedig fent van. Jó, még előtte megnézzük ezt a sort itt. Szevasz, mi a helyzet? Mit nyomsz? Lehet látni, hogy van bent hely, ahol... Ja persze, az ötösnek megvan a kulcsa. Akkor be is megyünk az ötösbe mindenféleképpen. És akkor... Hát de haver, hát de... Milyen ember bérel egy ilyen lakást? Hát ez szerintem ilyen heroinisták, nem? Tehát az is le van szarva, hogy nincs ajtó a másik lakásra, csak így átjártok egymással a haverokhoz, a szúrjátok a herkát. Aztán nem volt valami? Bostelón lassabban írok. Hát hallod, ez az asztal, az már nem most lehet. Visszamenjek az előző apartmanba? Többiek mit mondanak? Láttak valamit? Kácin! Köszönöm, hogy ennyire rengetegen velem vagytok ma este, és remélem, hogy tetszik nektek a játszás. Valamit hallottunk valóban felülről, igaza van. Lehet, hogy valami írdatlan lesz. Lehet, amikor béreltem, még nem így nézett ki. Azt mondod, hogy utána amortizálták le a narkósok? Vetek volt már olyan, hogy a szomszédba beköltözött egy narkós család? Láttam is, nem tudom, mit láthattam el végre, Silent Hill. Jaja. Brutál révpartik voltak? Látom, hogy felfele megyünk. 7800-as follower goal teljesítve van. Én azt általában nem szoktam bemondani egészen, amíg egy 5-10-zel meg nem haladjuk
azt a számot, mert ugye vannak, akik ilyenkor látják, hogy jó, kész van a cél, na ez egy pénisz az a rohadék, én ezt többet nem jövök, vagy jól megszívattam és kikövetem. Tényleg vannak ilyenek, higgyétek el. Úgyhogy ha valaki ki akarja követni a csatornát, most nyomja meg. Azt mondja. És utána jött és mindent elmosott. És az egész kezdett újra értelmet nyerni. Ez az a hely, nem tudok küzdeni ellene. Össze kell szednem magam. Gyorsan megállni a Texannál. Utána pedig megyünk is. A többi része elolvashatatlan. Mi volt ez a hang? Egy női lélegzetvétel volt. Jó, hallottam? Menjünk be a szobába. Ne menjünk be akkor. Mentőpont nincs. Ez pont úgy néz ki, mint a roomban. Nem. Nem biztos, hogy a roomban. Valamelyikben vagy a homecomingban, vagy a roomban volt egy ilyen rész. Ahol volt egy ilyen nagy hotel. Jaj, ne. Az baj. És abban a hotelben... Meg kellett volna nézni a lyukat, mert most valami történik a francba. Voltak ilyen összeomlások. Talán mind a kettő részben volt. Fú, itt nagyon büdös van bent. És tinta tapad a kezünkhöz? Gondolom nem friss vér. Nem is mehetünk tovább, mintha ellene belülről barikádozva. Lyukon keresztül fogunk átmenni. Ez biztos, hogy gyomorforgató lesz, rohadjon ki. Ez nem a Hero Street. Melyik az a Hero Street? Ja, a Hős utca. Jó, azt hiszem, ha itt nincs healing, akkor meg kell, hogy nézzük, nincs. Meg kell, hogy nézzük azt a lyukat odabent. Bele ne nyúj? Jaj, ne! Ti bele nyúlnátok? Hát ez akkora instant... Fucking nope, hogy nem igaz. Hát biztos, haver. És ha visszahúzod, mi van? A Istenem, roppó, hogy sikerült ezt összehoznod? Ezt hogy sikerült összehoznod? Igen, köszönöm szépen, hogy leírtad. Gratulálok. Gyerekek, ez azért ez erős nagyon. Légy szíves már. Tényleg. Először játsszuk a játékot. Itt próbáljuk közösen felfedezni. És frankon le kell írni. Legyünk csicskák, légy szíves. Na, meg is van a jukebox buttonja. Ezzel már egy kicsit talán közelebb vagyunk. Ugye a kettes szám alatt található lemezt meghallgathassuk majd. Biztos, hogy nem nyúlna bele cicafül? És le lehet innen esni? Tehát egy szintet lejjebb nem. Én még azért megnézném azt az első lakást, amit mondtatok, hogy az asztalon lehetett valami esetleg. Ki kell rögzíteni üzenetben a chatre. Miért, hogyha szerinted valaki be akarja írni, akkor az meg fogja állítani. Amúgy nincs olyan, hogy nincs olyan tag a csatorna alatt, hogy nincs kibickedés. Én úgy emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt beírtam. Új játékoknál pedig tartjuk is ezt a dolgot. A régieknél nem, ami már egyszer volt, az onnan volt. Na ugye ott van kint, tehát a gyerekek. Szép az utcai kilátás. Szívesen lakna itt az ember. Felmeszít, nem jutottuk ki kívülről? Nem. És hogyha itt bemész. Jó, azt mondtátok ugye, hogy amit nézegettünk, az itt volt fent az első lakás, a második emeleten? Vagy itt volt? Biztos, hogy nem az ötös lakásban voltunk, ugye, hanem itt volt az asztalon a blokkon, hátra hagyott blokkon egy üzenet, hogy ki mit vásárolt, ugye? Majd nem üzenet az, hanem csak ott van. Te se véd semmitől. Persze, hogy nem. Imádlak titeket, nagyon jól tudjátok. Hát nektek ülök ide végigcsinálni ezeket a játszásokat. Néha elég hülye módon, hardon, meg mindenhogyan. De hogyha elrontjátok az élményt másoknak, akkor nem tudnak mit csinálni a moderátorok. Akkor sajnos meg kell nyomniuk egy bizonyos varázsgombot. Aztán az meg ki tudja, hogy mikor fog majd resetelni. És akkor most a kettes gombbal kéne visszamennem. Kukában? Semmi értelmes.
Kettes gombbal visszamehetünk, de nem tudom, hogy az megjavítja. Várjál, várjál, itt van valami előttünk. Több valami is van itt előttünk, ugye? Valakinek azok az örömet, hogy mások örömét elronthatják, sajnos. Volt valami? Nem, sietünk el. Remake-hez képest szerintem teljesen rendben van, amit eddig látunk. De nagyon-nagyon vontatott és lassú. És hát eléggé kemény. Amit láthatunk itt, ide gyorsan bejövünk, felkapunk ezt-azt. Ugye nem fogott megállni előttünk. Szaladunk. Hé, eltűnt! Ha eltűnt, az nagyon jó. Majd elolvassuk, hogy mi volt arra a cetlire ráírva. Talán van is időnk? Ez a hely... Mindig, minden, amit hozott nekem, az csak fájdalom és szenvedés. Nyomor. Azt mondod, hogy az megvéd Andoron. Mindenkit mindentől. Szerintem amúgy pont nem. Szerintem pontosan ugyanannyira érdekel valakit, akinek ilyen szándéka van. Ez az eltűnés vagy bukva teljesen normális? Igen. Erre azt hiszem nincsen a legjobb válaszunk. Most játszunk először a játszással. Szia, Xellox, Mizu van? Szóval ahol most vagyunk, szembe kell szaladni. Ott is van a juke. Várjál? Nem, alulra van bejelölve a jukebox, ugye? Nem, az Nihilis bárban van, de a Groovy-ban nem kell elmenni. Ott nem találnék valamit, ami esetleg javíthatná ezt a zenedoboz szemben az út másik oldalán. Hogyha itt vagyunk bent, akkor itt lehet heal, nem, menteni egyet. Még most azt hiszem, hogy értelmes healing mennyiséget szedtünk össze, úgyhogy próbáljuk meg a mentést ide erre a pontra. Vajon hány mentést enged? Vagy ez konzol tárhely függő? Nem, mert az meg megy a felhőbe. Na, nézzük a kettes button-t. Olyan van, hogy berakod oda? Tehát, hogyha azt mondod, hogy... key items... Meg tudod nézni. Tudod forgatni. Ez nem sokat ér nekem. Lehet, hogy amikor mindene meg lesz, akkor tudod csak berakni, mert a kettes gomb hiába van most nálad. Se XP, se semmilyen jutalom nem jár érte, hogy megérzem, mert ez nem itt. Így látom én is, igen. Igen, tehát ezek, hogyha el tudsz szaladni, akkor lehet, hogy jobban jársz, ha elszaladsz előlük. Hát, figyelj. A kettes gomb is hiába van nálunk, hogyha... És csak ott fent... Nem tudod kijelölni, de ott van fent egyébként a helye annak. Nem tudod egy másik szögből megvizsgálni és berakni oda, amit be kell. Szia, Medi, hogy vagy, Mizu? Nem hiszem, hogy ezt meg tudom így oldani. Jó, és akkor hová megyünk legközelebb? 2-re 26 perc, töltök magamnak inni. Ez volt a legkirályabb horrorjáték ever számodra? Ez volt az, amit hülyére játszottál? Képzeld el, hogy nekem ez az első alkalmam, még soha nem láthattam. És hogy tetszett egyébként? Ja, hogyha azt hittet, hogy a legjobb, akkor azt gondolom sokat elmagyaráz. Bocsánat, csak el vagyok foglalva itt azzal, hogy töltsek inni magam, mert ki vagyok száradva. No, a keypaddel még nem vagyunk bentebb. Találtunk egy 6-os számot, ugye? Nyugiság és pihengetés van tegnapi fejetlenség után, mert alkohol helyett ioncserélt vizet kaptunk a melóban. Mit csináltál? Mi van? Ilyet nem is hallottam még. De mire kellett volna az alkohol? Vagy be akartatok rúgni? Vagy de, tehát nem értem. És nem vettétek észre, hogy hát ez víz? A hangulata? Ez nagyon-nagyon király, szerintem is igen. Elmehetnénk a Katz utcán, ahol a cicák laknak. A Saul utca az be van zárva két oldalról. González, Texan. A Texan! Igen, igen, olvastuk, hogy a Texan. Menjünk oda. Fűtős, hogy gyártáshoz kellett volna. Másik irány. Fürdősó gyártáshoz kellett volna alkohol.
és kaptatok ioncserélt vizet. És akkor az ioncserélt víz és a fürdősó alapanyag, az hol találkoznak? Vagy mi lett a végeredmény? Vagy történt-e valami baj? Hát azért ilyen kemikáliákat összekevergetni, ha mondjuk általában a vízzel való keverés, az nem szokott probléma lenni, kivéve, hogyha valami mondjuk ilyen kénsavval működik. Ugye? Tehát, hogy nem szoktunk olyat csinálni, hogy a kénsavba öntjük a vizet, hanem hogy a vízbe öntjük a kénsavat, ezt lehet tudni talán. Szemben van jobbra, amit mi keresünk. Közben nézzük a kirakatokat is. Lehet, hogy ez a keeped, az egy opcionális terület, tehát lehet, hogy csak akkor tudsz oda bemenni, hogyha majd szépen megtalálod ahhoz a számokat. És ahhoz meg lehet, hogy tökre figyelni kellene, mit tudom én, fölfelé is, tudod, oda van graffitizve egy nagy hetes, mondjuk, vagy ilyesmi, és ezt nem is látod amúgy, nem arra nézve. A Texan az jobbra van tőlünk és előre. Lefáj, hogy vagy, mi a helyzet? De nem számítasz. A szívünknek természetesen mindenki számít. És visszafele megyünk pontosan oda, ahonnan eljöttünk. Ez... Kezdek attól tartani, hogy ezeket bizony meg kéne öldösnünk. Nem tudok átugrani rajta. Baj lett, mert vizet kapott, azt, amit oldani kellett volna. Hát már a szint is megkapta, hogy hallottam. Ja, lett belőle kár, sajna. Ó, Istenem. Na jó, de baleset nem, ugye? Én nem voltam ide bent még. De hogy is? Nem, mert szerintem én ezt már átnéztem ezt a helyet egyszer. Aha. Ez itt a Dau Egberts Omniának a rekláma, ami ide van fent feltéve. Ezek ilyen, hát ilyen retro cuccok, tudod, Texan? Nem tudom, lehet, hogy ez ilyen a texasinak a kifejezése. És ezzel most mit csinálsz? Oké, kaptunk egy Nihilis bar point. Szaladás. Azt hiszem, hogy erre van szükségünk, ugye? Arra a coinra. Nem tudom, hogy volt-e még bent más is. Mondjuk ez a szar, ez jön utánunk. Bírsajtról álmodozok, vannak nagy szép bírsalmák. Ó, kedves hölgy, gyönyörű bírsalmákkal, azt kell neked. Itt átmehetsz, nem, de jó, hogy visszajöttünk. Jól sejtettem, hogy van itt még valami szaladás. Azt a mekkorát differenciázat láttad? Mekkora dodge-olás volt. Húzzunk el innen, ez egy szar. Ó, Jézusom! Hogy kapott el? És vissza kell mennünk a Nihilisbe, ugye? Mert most akkor megvan már a zenegéphez tartozó Dime, így nevezik, hogy Dime. Egyébként nem, mert a Dime az egy 10 centes talán, ugye? A D-ből eredően. Mármint nem így duál. Így is lett dobva, jep. Rá kellett, hogy híleljek egy nagy szirincsel, muszáj voltam. Dime az szerintem a izé. A 10 centes az amerikaiban. Sőt, ugye van a negyed dolláros, a quarter. Ki tudja, hogy mi az egy centes? Na, annak is van neve, és azt tök ritkán szoktuk használni. Mármint, hogy hát mi alapból, ugye Magyarországon nem sűrűn használunk ilyesmit, de... Nem annyira szoktuk hallani ezek elnevezéseit. Itt is van bent valaki? Ah, de én szerintem átjártam, körbejártam ezeket a részeket. Nihilisbe menjünk be. Ez lesz az? Nem, ez a Grand Market. Nihilis, ez balra lent van. Várjál, a jukebox. Igen, igen, jó helyen vagyok, jó helyre állok. Ezért el kellett volna menni a zeneboltba még egyszer megnézni, hát ha azóta. Most, hogy tudjuk, hogy mit kell a zenegépbe bevinni. Valamilyen lakást elöntött ott a víz. Nem tudom, mit kezdtem, elvileg a Penny? És mi van még? Egyszerűen nem a Penny? És mi van még? Az biztos, hogy mentés lesz, az fix. Hát elhasználtuk sajnos a syringe-et, nem kellett volna, de ez van. Manuális saving pointok, autosave, nem láttam, hogy eddig lett volna. Na, mondjuk ez pont egy ilyen retro játék kitaláció, ugye, hogy az embernek magától kell mentenie. És akkor most, hogy megvan a... Még mindig csak ugyanazt a három dolgot tudom pöcögtetni. Mi a következő nyom? Jukebox, az jó cucc, de nem lehet kombájnolni valamit? Nem hiszem.
Rajta van a logó. Rotételni esetleg? Nem, nem igazán. Biztos vagyok benne, hogy ebbe kell betennünk. Ezt fogja majd elindítani a gépet, hogy lejátszhassuk azt a lemezt. Na de addig még találnom kell. Hát gondolom, hogy akkor muszáj, hogy elmenjek a... erre talán. Pont a hátam mögött. A zeneboltba. Mondjuk ez ki van pipálva, tehát ezért gondolnám azt, hogy... látod, az a Rocky, vagy milyen music, az akkor biztos, hogy üres lesz. Akkor lehet, hogy a Cuts Street-en kellene tovább mennünk, és folytatni a környező utcák kilútonását. Mást is szeretnél pöcörögtetni? Én? Mikbe vagytok? Nyugodtan pöcörögtessétek egymásnak amúgy, nem azért. Itt be lehet menni? Ez volt a kiépedes. Kaptunk egy hatost. Akkor biztos 4 darab 6-os lesz a kód. Én nem merem a 4 darab 4-est megnyomni, amit az előbb valaki beírt oda. Nem akarom brute force-olni, tudod, mert ezzel csak a szar van. És itt a stop. Aha. Azt nézem, hogy itt nem lehet megállni. Bocsánat, bocsánat, megyek már. Még jól kitáblázták. Szart nem találunk, csak bolyongunk, és iszonyatosan nyomasztó a játék légköre. Ebben viszont kiemelkedően magas szintet üt meg. Ez egy bogár? Látszik, hogy megnyugodott. És ide, hogyha bemész, itt mit találsz a szemétben? Ez még pontosan egy olyan hely, ahol rohadtul nem akarnál így egy ilyen... érted, van egy ajnövényzet, mi van, hogyha megbújik alatta valami? És oda mész, és akkor hirtelen kijesz. Itt lesz valami. Gondoltam, hogy lesz valami. Annyira tudtam, hogy lesz valami. Már a rádió hang jelzett, és az utca üres volt, úgyhogy... na, ne szórakozzál! Kivettem egy HP drinket, és azzal lendülettel meg is marta János. Ide nem megyünk be. Nem fogok én veled küzdeni, nincs értelme. Ide nem mész ki. Nézzük, van-e tovább valami. Woodside apartmanok. És ide, mis, aha, ide meg kell találnunk a kulcsot. Mit mondanak itt oldalt? Le kell, hogy lépjünk a Texan Café, az volt odaírva, ott találkozzunk. Ez nagyon furi, mert most jöttünk a Texanból, nem? És nem találtunk ott kulcsot ehhez a helyhez. Nem szeretem-e? Nem akarok teljesen láthatatlanná válni? De miért? Mi történik? Bocsánat, lemaradtam. Mit nem szerettek? Én mindig a tökfőzelék? Ja, és hogy az, összerakom a képet a fejemben. Biztos a tökfőzelék téma is. Fél attól, Lilian nem há, hogy kiutáljuk azért, amiért igenre nyomott a tökfőzelék mellé. Mik lehetnek ezek? Nem kéne keresztül mennem, nem tudom miért, nem fogok. Ők nem bűzlenek, de mégis... they don't stink, de úgy... érződik, hogy mégis... nem, egyáltalán nincs semmilyen bűz. Szia! Ők főzelék két vasírta, éhes vagyok. Ó, Istenem. Én ma csak egy kis ízét hoztam magamnak, bagettet meg. Meg egy kis szalámit, ja Istenem, de éhes voltam, te mire. Aha. Milyen sok ember van itt? Egyes, hatos. Ezeket a képeket kergetni kellene. Most akkor hány verziónk van? Kombinatorika mehet azonnal. Van egy fotónk, egy egyes van rajta, egy másik fotón egy hatos. Ez micsoda? Ez mi volt? Muszáj volt elmoccanom, nem tudtuk jobban megnézni, mert jött mögöttem ez a szar. Te is kérsz fasírtot, meg tök főzelék. Én tudod, hogy mit ennék? Lencse főzeléket. Azt tudod, hogy mióta nem ettem? Hány éve már? Legutoljára még Pesten dolgoztam, amikor ettem ilyet. Bent a főzelék faluban. Hát ez nem éppen egy olyan üzletlánc, vagy étteremlánc, amiben az ember úgy bizton megbízhat, hogy a legminőségibb élelmiszert kapja. Hol van az már? Hát ez az. Hát az már hol van az? A Texan, az ki lett offolva. A Cuts Street-en nem mehetsz be. Texant kioffoltuk. Mi van?
Big Jays, az mutatja, hogy kibe járhatsz. Lucky Jay Tristran. Azt meg megnézhetnénk még. A Harris utcán van a keyped, és ott a Grey Marketnél mész tovább. Lencse főzelék finkol másszal. Én rántott Párizsbe lenném. Az olyan igazi ízű. Olyan igazi, igazi szar. Mármint, hogy hát tudjátok, ezek a rántott Párizsik azért nem a étkezés, meg a tápérték ne továbbjai. Cserébe finomak. Fú, én még sosem csináltam rántott Párizsit. Hogyha ide bejössz és körülnézel, itt is hagytam valakit? Itt fixen megöltünk már valamit. Azt ott bent, azt útira megöltem, igen. A loot meg nem fog visszajönni. Ergo felesleges lenne itt keresztül menne még egyszer, ugye? Ez a szar, ez már jön, menjünk innen el. Tévedtünk egy kisé. Szia Incredible Legend, hogy vagy? Üstölt sonkával? Az az igazi a lencse főzelék? Nézzük azokat a fotókat, hát ha valahol megtalálunk még valamit a keypadhez. Lesz szükség rá, ezt már kilútoltuk, emlékszünk erre. És akkor a Groovy-ban voltunk, mi van a Groovy-val szemben? Nézzük meg. Hát ha itt találunk valamit. Azt sem megvesz a heti menü mindenkinek. És nekem ki fog főzni? Hát én mindig magamra vagyok hagyva ezzel az egész dologgal. Hát írok édesanyámnak, anya ne haragudjál, mert nálunk amúgy soha nem volt a lencse főzeléknek divata. Anyukám sosem csinált, talán szilveszterkor egyszer vagy kétszer. Mert ugye ilyen problémás dolog ez, hogy áztatni is kell, meg ilyen hülyeség. No smoking, odabent nem mehetsz ünneplőben. És érti, sonka levével érdemes főzni a lencse főzeléket, komoly. Ezért én nem magamra főzök. Hát most nem azért mondom, de akinek ott van a, mester szakács pasia, azért... Hát ott azért megfontolások mehetnének, nem? És de nem enged be. Az ajtó, ami felébred sötétségre, rémálmokra nyílik. Nincs itt. Én szerintem, ha megkérdeznéd tőle, hogy menjen-e, csak úgy szaladna, füstölne a talpa, vágod? Indulna is Lilian Nemhának kaját csinálni, itt semmi nincs. Még a Groovy-nál vagyunk, na jó, nézzünk alkatrészek után körbe. És lassan-lassan nézelődjünk, hát ha esetleg találhatnék egy polaroid képet, vagy valami ilyesmit, tudod, hogy még egy számot kapjunk a kódhoz, mert most lehet, hogy az a továbbjutás, lehet, hogy azt kellene megfejteni, csak eddig nem voltunk eléggé figyelmesek úttal kapcsolatosan. Aha. A zene visszahozhatja azokat a gyönyörű pillanatokat, amiket azt hitted, hogy elvesztettél. Rohadt sötét van, semmit nem látsz ideben. És hogyha szétvered ezeket... Hoppá! Hát van benne HP drink, hát de jó. Tényleg megéri mindent szétütni. A pusztíne. Én nem láttam, hogy ott volt fent. Mondjuk, aki látta, az nem mondja, hogy nem látta. Okira főzhetsz? Pont a felajánlom neki, hogy megyek főzni, neki mindig nemet mond. Jó van, ez azért van, mert még egy kicsit bizonytalan. Majd ez meg fog változni, nem kell aggódni, nem kell erőltetni semmit. Addig nyugodtan gyere és főzhetsz nekem is. De semmi izé. Zubulás. Várjál már. Kint vagyunk az utcán, és akkor megint erre kellene elmenni a Big J's. Várjál, Lucky Jade Rist. Hát Lucky Jade-ben nem emlékszem, hogy benn voltunk-e, de most már itt nagyjából mindenhol voltam. De nem láttad? Micsodát? Szia Réka Róka, jó pihenést, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Aztán kitartást a következő napokra. Ez mi? Ezt már láttuk, ugye? Nem olvastuk el. Az O Silent Hill? A Balkán Church van arra. A templom van arra, viszont valamilyen kis, nem tudom milyen ösvény vezet arra felé. Alapvetően akkor gondolom nem itt fogjuk ezt felfedezni. Ide nem enged be? Ez azért van, mert nagy munkában vagyok, hogy a héten végzem vele. Hajrá nektek is, érezzétek jól magatokat meg egymást. Ez nagyon király lehet.
Én biztos, hogy nagyon irigylem. Nem is emlékszem, hogy volt-e olyan barátnőm ever, aki akármikor is főzött volna rám. Szerintem egyszer volt a legutolsó barátnő, még 11 évvel ezelőtt szakítottunk. Talán egyszer volt, hogy mondta, hogy menjek át, és csinált magának... szerintem pörit csinált. Nokedlivel. Nem nokedlivel, rizssel. Nem tudott nokedlit készíteni, biztos, hogy nem tudott. Szerintem azóta már biztos tud, már anya. Itt sincs semmi. Hol a francba megyünk? Köcsönöm a szakácsom. Tárgyasított férfiak. Csak itt nálunk, a kicspertv.mókáson. Láttad-e az Őrület szájában című filmet? Szerintem kellett, hogy lássam. Az nem az volt, amikor a... Hogy is hívják? Aj, milyen Innsmouth, vagy nem tudom milyen... Lovecrafti regény, vagy mi, nem regény, hanem ilyen kis izé novella alapján csinált könyv talán. Vagyis nem könyv, na film. Azért egy nőnek illik. Én nem gondolom ezt, én nem vagyok ennyire konzervatív, hogy most kinek mi illik, meg mi nem illik. Nem szoktam nagyon így hozzáállni. És nem verem le máson, hogyha érted. Ő éppen olyanba volt az életében, hogy ő nem tanulta ezt meg, hát Istenem. Akkor főzök én. Cserébe ő megcsinál mást. Szoktál Raventalonnak főzni? De és melyik kötök főztje a finomabb? Hát Raventalonnak nyilván a tiéd, ugye? Ez a szar, ez fel fog tudni kelni. Gyerekek! Ugye el vagyunk tévedve, ahogy el lehet. Ez a Texan, ugye? Itt át lehet lenülni. Ide nem mehetsz be. Akkor mi a francot akarunk még itt? Nem néz ki. Olyan, mintha itt még valamit találnom kell, de nem találom meg. Valaki tudja? Nyugodtan most már, úgy érzem, hogy körbeszaladtam az egész város kétszer. Ha esetleg valakinek van most ötlete, hogy mi a következő lépésünk, akkor szépen rávezetve, nem minden lépést aprólékosan leírva, de nyugodtan mondjátok, hogy szerintetek a rendelkezésre álló nyomok alapján mi lenne a következő lépés, ami szóba kerülhetne? A mechanikával foglalkoz? Nem mondod. Hát de hát az miért volt úgy, hogy csak három különböző izével lehetett ott szórakozni? Tehát megvan mindenünk a jukeboxhoz. Én azt hittem, hogy oda még kelleni fog valami. Akkor menjünk előre és balra a következő utcán. Rendesen megnézed a zenegépet. Én azt hittem, hogy igen. Viszont hogyha nem, akkor az sajna félrevezetőre van azért megcsinálva, mert látod, itt vagyok és... Így nyomom nektek, kétszer-háromszor hozzányúltam már, és még mindig nem azt az eredményt adta ki. Amit kihagytál, mert lövedéket találtál a stukkert, nem? Lehet, hogy a zenegéppel kellene megpróbálkozni. Akkor megnézzük a zenegépet, hát ha. Lehet, hogy a kípad mögé van elrejtve egy lakás, és a lakásban van a fegyver, ki tudja. Szóval nézd meg, ide jössz és nyomsz egy X-et. És itt... What? Ezt... De mi javította meg? Hát ez... De eddig ez miért nem így működött? Hát ez nagyon furi. Na. Lemez, rajta van. Ez nagyon furi. Jó, és akkor most kellene a kettes gomb. Kösz szépen, hogy mondtátok, mert az előbb ez... Nem egészen így nézett ki. Tehát amikor már megvolt a lemez, azóta nem raktunk bele másik alkatrészt, ugye? Én az apartmanban 3 órán keresztül bolyongtam, az igen. És a coint beillesztjük. És lejátsszuk ezt a dalt. Az ABC közül melyiket? Az A az 1-től 6-ig, de mindegyik 1-től 6-ig. Be kéne ütnöm egy kódot? Nem kaptuk meg a kódot, nem? És hogyha azt mondod, hogy azt kellene beütnünk, ami a C-ben a kettes. Ó. Oh. Oké, okay, úgy néz ki, hogy működik. Jó, megértettem a működését a jukeboxnak. Egyébként én még soha nem használtam ilyen zenegépet, képzeljétek el. Soha. Hát az ilyen romkocsmákban mindenhol mindig használták helyettem, aztán pörgött a izé. A rossz vér.
Deák Bill, Deák Stabil Gyula bácsitól. De rossz vér az mindenkinek izé, nem? 0-24-ben hallon. Ez most a Móki stream eleje? Miért? Mi van? Ez egy emléket nyitott fel bennünk. Itt vannak ilyen jegyek vásárolhatók a különböző tavi túrákra. Ja, hogy a lemez miatt. Meg az anyám nem kapott. Igen, a rossz vér, igen. Azaz. Neked is megvan Csaba, azon a dalszöveget mindent tudsz. Hegy alján csak az a szám ment 0-24-ben. Mi volt odaírva? Az egész napot ott töltöttük. Csak mi ketten bámultunk a vízre. Az lejárni látszik. Ennek a fickónak eltemetett emlékei vannak, valószínűleg a traumából kifolyólag, ami akkor jöhetett, amikor elvesztette a feleségét. Érdekes módon egy érdekes. Aha, Nilas Barki. Kulcsot találunk. De szerintem nem a Nilas Barki. Vagy mégis ide kell használni. Mentés. Azt hittem, hogy ez a Woodman apartmanokhoz kell. Aminek a tetejére ki van írva nagybetűkkel, hogy maximum pucsítsá. Érdekes egy kulcs. Nem rakták messzire az ajtót. Valamit tologatnunk kell. Ez zárva. Jó, 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 ez király, király, király. Köszönöm szépen, hogy segítettetek. Ezt húzigáljuk el onnan. Gondolom, ott nem fog sok vizet zavarni. Várjál, szembe kellett volna, hogy átlendüljek. Jó, de nem baj, legalább meg tudjuk nézni az ajtót jobbra-balra. Nem, nem, nem. Olyan mocsok sötét ez a hely, hogy nem is igaz. Kedves vodnézők, megőrülnek majd. Mondják, hogy haver, nem tudom feljebb nyomni a telefonon a fényerőt. Meg majd küldöm nekik a guide-okat, hogy hogy kell a különböző telefonokhoz. Press X to climb. Köszönöm. Most ezzel bent vagyok valakinek a lakásán. Úgy néz ki, hogy itt találunk gyógyitalt. Érdekes, hogy most megtápoltak minket, ugye? Tehát van 5 darab gyógyitalom, meg 1 darab szirincsem is még. Ez mi lesz? Egy valamilyen férfi híj visszajött, miután te leléptél. Minden rendben, nem próbálkozott semmivel, csak szomorúnak tűnt. Motyogott valamit arról, hogy valakivel elhagyja ezt a várost. Ebben az állapotban nem hagytam neki. Nem akartam hagynia, hogy vezessen, ezért kizártam. Az autója kint kellene, hogy legyen. Lehet meg kellene nézned, hogy reggel még ott áll le. Ilyen zöldeskék színe van. És 06 a rendszáma, azt hiszem. Hú, ezt meg kellett volna nézni, hogy mi van a hátulján, ugye? Biciklivel nem tudsz közlekedni? Én? Hát már nagyon régen bringáztam. De menő dolog egyébként, én nagyon szerettem. Fúha. Újra el kéne kezdenem. Flip. Aha, és nincs rajta semmi. Mi szoktatok biciklizni? Nektek vannak ilyen kis tesi szándékaitok? Mi nyomjátok? A biciklis rossz ember nem lehet. Ezt szokták mondani. Oda nem mehetünk ki. Mentem rágyújtani, hogy korlátra támaszkodtam, telébe rátenéltem poloskára, hogy fél órát mostam a kezem, még mindig érzem. Ja, az olyan. Undorító. Vidéken még Pesten nem szántam rá magam. Pesten én sem bicikliznék, annyi szent. Sok barom, érted? Olyan agresszívan tudnak menni, hát... És ott van a gyógyital, csak nézelődni kell. 6 darab gyógyitalunk van. Meg egy szirincs. Kicsit olyan érzése van az embernek ettől, mint hogyha egy boss fight-ra készítenék fel, nem? És azt a kocsit kell megtalálnunk, aminek a zöldes kékes árnyalata van, és 06-ra végződik a rendszáma. Ez a kocsi, ez bárhol lehet? Ebbe a kukába szerintem rengetegen elbújnának azonnal. Balhé legkisebb Nessie-re. Mindent megnéztem? Bocs, a WC-t is megnéztük itt? Mert innen jöttünk be, igen. És semmi más. Remélem, hogy minden meg lett. Több mint 20 éve nem ültem ringán. Pedig neked az Alföldit azt lehetett volna úgy is nyomatni bicikliről.
És akkor kevésbé lett volna mondjuk unalmas. Bár nem tudom, te untad az alföldi kék túrát? Kíváncsi vagyok. Bogarak. Ugye el lehet lenni vele attól függetlenül, hogy lemész izébe, alfába, aztán... Nem számít semmi, csak a kilométerek előtted, meg mögötted. Még fontolgatom, hogy veszek egy bringát, de milyen jól hangzik. És mit szeretnél, Montit vagy országútit? Mi lenne a... az álombicikli? Fú, hát olyanok vannak, figyelj, olyan sok százezeres bringák, meg annyira rá lehet erre is így fanatilizálódni. Írdatlan, hogy emberek mennyi pénzeket költenek ki, de milyen menő cangákra, érted? Olyan mechanikák vannak, olyan finom, pontos műszerek, meg olyan mindenféle őrület. Iszonyat jó dolog. Úgy néz ki, nem megyünk tovább. Már nem lehet bringával megcsinálni, alfelet inkább próbálom elfejteni, nem lett a szívem csücske, mondjuk, hogy gemenc, ez gyönyörű volt. Tényleg nem engedik most már, hogy az ember biciklivel menjen, tehát hogy biciklis jégtúra nincs már. Ezt milyen indokkal vették ki? Ilyen soha nem volt. Ott volt valami? Felvillant valami? Ja nem, mindig azt hiszem a felnire. Hosszúlábú miniszoknyás bringák is vannak. Hosszúlábú asszony. Az is szintén Deák Bill száma. Ott van a kérdőjel térképen. Azt én látom, hogy a kérdőjel merre van. Csak meg akartam nézni tudod az utcát. Ott szemben van egy ajtó, oda kell bemenni. Csak meg akartam volna nézni. Hát, ha esetleg találunk valamit, akármit is. Azt hiszem, hogy nagyjából átjárkáltuk az utcákat, meg betörögettük az összes autónak az üvegét. 06. Ez lesz a kocsi a fickónak. Ez lehet, hogy nem túl jó fej dolog tőlem. Aha, és ez a véres rongy, ez az övé. Szobó? Hát, azért ott voltak átfedések, nem? Szerbusztok, üdvözöllek. A Woodside apartmanokat nyitjuk ezzel. Azt gondolom, hogy itt nekem nem kell szaroznom, ugye? De most lehet, hogy zsák utca lesz ebből. Senki nincs olyan hülye, hogy megálljon ott küzdeni, gondolom. Hóli. Woodside, az jobbra van. Jobbra állunk és jobbra. Én szerintem itt még nem lehettünk. Megváltozik az időjárás. De lehettünk, mert be van verve az üveg, jó? Nekem egy Tesco-s országúti gepinám volt, 10 évig nehéz volt, mint a többes tapabíró. Az tényleg jó? Szerintem itt nagyon vezetnek minket, látod? Fixen azt akarják, hogy a játékos menjen. Ugye ott vagyunk. És ne áldogáljon, ne küzdjön, balhé van. Para van, vihar van. Ki tudja, hogy mi készülődik Silent Hillben. Előmászott még ez a szar is onnan. Gyorsan befele. És megérkeztünk egy újabb helyszínre, ami gondolom, hogy nem kicsi helyszín lesz. Biztos vagy benne, hogy sokat kell majd itt szívnunk. A Woodside apartmanokban ugorjunk át rögtön. Nézzük, az micsoda? Semmi. Pedig valami jegyzetet ott nézegettem volna. Itt mentsünk egyet, és mivel 3 órája megyünk már, én azt mondom, hogy folytassuk majd a játékot. Nem tudom, holnap este leüljünk? Vagy szeretnétek még nézni, mert én előre mehetek még benne 2 órát, de... Megszavaztatom. Jó? Az aztán a legjobb. Mert ilyenkor az a probléma, hogy reggel gyakran mennek az emberek dolgozni, és aztán, hogyha valaki szeretné nézni, akkor nem tudja tovább folytatni, mert éjfélkor mondjuk le kell feküdnie, vagy ilyesmi. És ilyenkor szoktunk egy másik játékra átváltani. Hűha! Ez egy puzzle lesz, és az volt ráírva, hogy szia Axil! Kösz, hogy itt voltál, jó pít neked. Aha, ezt értelmeznünk kell majd. 3 ragyogó fényes coin mehet az 5 lyukba. Az első egy fa alatt van a szűznél. A szél
A szűz mögül fúj, egy gyönyörű virágnak egyedül kell növekednie, és itt jön az ember. Itt jön a férfi, aki annyira nem tudom micsoda, a sápat holfényben ragyognak a szemei. Ez biztos, hogy nyomokat mutat nekünk. Szerintem még mehet, de ahogy érzed. Az biztos, hogy én szünetelnék, mert szeretnék egy picit táplálkozni. Jó, egy puzzle-ünk van, és még nem tudjuk, hogy mire. Vagy mit kell vele kezdeni. Szia, cica fű, jó éjszakát, jó pít neked. Azt nem fogja engedni kinyitni? Hát ez... Hopp! Na, ebből a szögből megengedi. Áááá, és ott volt Handgun Ammo 3-as. Lehet, hogy már rendelkeznem kell a Handgun Ammo, vagy a Handgunnal. Nem kizárt, hogy ez a dolog ez. Szia Bentisszél, miről maradtál le? Az egész játékról eddig, az elmúlt 2,5 óráról. Megvan a térkép, azt látjuk, hogy ott van egy puzzle középen. És rengeteg szoba van. Itt nem csodálom, hogy 3 órát eltekeregtetek. Sokat a történetről eddig nem tudtunk meg, csak annyit, hogy visszajöttünk ide és utatunk ugye a feleségünk után, aki állítólag egy levelet küldött nekünk innen, mégis 3 éve meg van halva. Erről szól ez a játék, ahogy Jákob, vagy Jakab elindul, volt felesége felkutatására. Igazság szerint ez szerintem van ott valaki? Leginkább valamilyen önreflexió lesz talán, nem? No items, ezek szerint ezt lehet használni. Tehát, hogy szembe kell nézzen azzal a traumával talán. Ezt nem lehet beütni? Nem. Hogy elvesztette a feleségét, lehet, hogy eddig nem volt rá lehetősége. Lehet, hogy Silent Hill megmaradt neki valami emlékként, ahol... Csodálatos időket élhettek át, ez baj. Ezek a manökkenek, ezek problémásak, vagy mannekinek? Mi a magyar neve? Az egy flashlight, az nagyon kell, az jó. Oké. Rögtön rámugrott, láttad? Ha nincs fény, akkor is tudja, hogy itt vagyok? Jézusom. Na jó, muszáj megütnöm, ez baj. Ez fent is, lent is láb. Láttad, mekkorát ugrottam úgy? Ó, Istenem. Gusztustalan nagyot vert ránk. Van zseblámpa? Aha, mostantól lesz a játékban. Az első 3 óra után megkapod. Kemény volt. Kemény. Hát nem tudom, hogyha másféle fegyver lett volna nálam. Ja, ez fent is, lent is láb. Új, és lesznek még olyan gusztustalan enemi típusok, hogy ez nem is igaz. Szóval csinálunk egy szavazást, rendítsek? Megnézzük, hogy mivel nyomulhatnánk. Jaja, egyből rámugrott. Nem volt egy másodperc szünet, ahogy felvettük a fényt. Azt mondjuk lehet ám, hogy a fény volt az, ami ránk vonzotta. Új szavazás. Nézzük már is, mi legyen még ma este. Mehetünk Sekiroval is tovább. Mehetünk... Hát mondjuk ezt én... Őszintén megmondom, miattatok holnapra tenném. Mehet Final Fantasy, mehet Yakuza akár, mehet Heroes 3? Az erős volna egy kicsit most így ilyenkor 11-kor. Ide már lehet, hogy kell a Stukker? Na de nem biztos, hogy megkaptuk már eddig. Tehát, hogy ez még így nem tudjuk, hogy megszerezhető-e. Milyen játékaink vannak? Már is szünetelünk és közben intézem a szavazást, és a szünet végén pedig nyereményjátékozni fogunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok eddig, ne menjetek messzire. Hogyha tetszett ez a bemutató epizódja ennek a játéknak, és szívesen néznétek tovább, nyomjatok egy feliratkozást a YouTube csatornánkra, vagy egy tetsziket a vodok alá, ez mindig nagyon-nagyon sokat számít, és hogyha valaki pedig szeretné támogatni azt, hogy itt lehessünk esténként együtt, arra is talál információt a vodok leírásában, vagy a panelek közt az élők alatt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt tesz, egy 10-15 perc szünetet, követően pedig megyünk is tovább, egy pillanat.